A Fezen HFL 5. fordulójában meg lehet a második playoff résztvevő csapat. Köszöntjük a nézőket Dunaújvárosból. Ez akkor fog megtörténni, amennyiben a Budapest Kábelsz, a 2017-es címvédő, legyőzi a Gorillaz együttesét. Kolesár Dáviddal nézzük majd ezt a mérkőzést, és csak hogyha azt nézzük, hogy tavaly mennyire kiegyensúlyozott volt ez a találkozó, és csak 3 pontos Kábelsz győzelemmel ért véget, akár lehet bravúr, de az idei játék alapján lehet-e bravúr? Az idei játék alapján, legalábbis az eddig mutatott játék alapján nem feltétlenül, de én úgy gondolom, hogy mivel a Dunaújváros azért így egyre jobb teljesítményt tudott mutatni így a szezon előre haladtával, annak ellenére, hogy még mérkőzést nem tudtak nyerni, én azért bízom abban, hogy kiegyenlítettebb mérkőzést láthatunk a mai nap folyamán, és nem lesz annyira egyoldalú. Ugye Krasznai Balázs irányít majd a dunaújvárosi oldalon, és hát az eddigi statisztikái alapján nem meggyőzően, hiszen 1 passzolt touchdownja van, 6 interceptionje és 4 fumble mellett, tehát összesen 10 alkalommal adta el a labdát. Nagyon sokban kell javítani, javulnia, ugyanakkor mindeközben a Dunaújváros Gorillaz lemondott az egyik elkapójáról, Nick Wardról, aki hát valóban az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem volt különösebben kimagasló itt a HFL-ben. Igen, amennyire nagy várakozásokkal néztünk Krasznainak a teljesítményére a szezon előtt, annyira okozott eddig csalódást, ugye ezt bátran kimondhatjuk. Emellett most ugye valóban elveszítettek, vagy elküldték egy fegyverüket, ugye Ward személyében, de hát még maradt ott azért egy Rász Balázs, ott egy Newton, tehát azért számíthatunk arra, hogy még van kit keresnie Krasznainak, de én mindenféleképpen azt várom, hogy a földi játékot fogják továbbra is erőltetni, mint ahogy az előző, illetve a harmadik fordulóban ez azért eredménnyel is járt. Kicsit fussunk a labdával, dunaújvárosi részről legalábbis. Ugye Eris Hargrove helyét úgy néz ki, hogy már nem csak a védelemben találta meg Grácz Filmas, hanem a támadók között is, mégpedig úgy néz ki, hogy futóposzton. És emellett azt sem szabad elfelejteni, hogy az előző fordulóban az Eagles ellen Sam Ogunlana is megszerezte az első futott touchdownját. Felé lett a futójáték, úgy néz ki? Igaz, ahogy Willi még az egyik overtime-ban, mikor meghívott vendég volt, ugye ki is fejtette, hogy nem sikerült teljesen már a szezon elején megtalálni az importjaiknak a megfelelő feladatát, illetve a legjobb posztját. Hát azért ez úgy látszik, hogy most már tényleg az elmúlt 2 forduló során azért helyre kerül, és valóban az előző mérkőzés során ugye pont Harris Hargrove és Ogunlana volt az, akik egy-egy futott touchdown tudtak szerezni, méghozzá ugye Wildcat felállásból. Tehát nagyon érdekes, ugye Krasznai több mint egy negyedig ugye nem is lépett pályára, hanem a 2 futó, illetve a 2 importjátékos volt az, akik a vállukra vették az offenszt. Én várom azt, hogy esetleg ez most is meg fog történni. És hát nem szabad elfelejteni természetesen a Gorillaz védelmét sem, amely azért összességében nagyon-nagyon hasonlít keménységben a tavalyihoz. Kábelszt inkább a passz, vagy inkább a futójátékban kell majd jobban féken tartani? Hát hogyha az eddig látottak alapjából indulunk ki, akkor én biztos vagyok abban, hogy a passzjáték az, amire sokkal jobban oda kell figyelni. Meg is lepődtük, illetve meg is jegyeztük azt, hogy futójátékuk egyre kevesebb van, úgyhogy szintén ugye a harmadik, illetve a negyedik fordulóból csak kiindulva például, ugye már a Wolves ellen sem használták annyira Ricsit, illetve Csepit, illetve a Fehérvár ellen meg még annyira sem, tehát ilyen 85-15% volt a passz, illetve a futójátékoknak az aránya. Hogyha ezt tartják, és illetve ilyen eredményesen tudják tartani a passzjátékuk pontosságát, akkor ez az arány ez meg is maradhat. A Kábelsz túl van egy irányító cserén, ugye Vári Tamás helyett, mégpedig a Wolves elleni mérkőzés utolsó negyedétől kezdve, ez ugye arra a mérkőzés, annak a mérkőzésnek a hátralévő részére, a Ceföl mérkőzésre, illetve az előző fordulóban a Fehérvár Entroners ellenire vonatkozik, már Cirok Márton kezd. Elindulhat fölfelé a Kábelsz? Lehet, hogy megint egy irányító csere hozza meg számukra a sikert szezon közben? Igen, ezt ugye már pedzegettük ezt megelőző mérkőzés előtt is, hogy vajon szüksége van-e egyáltalán egy irányító cserére, és hogyha megtörténik ez a csere, akkor az jól fog elsülni, lévén ugye Cirok Marcit, hogyha kiveszik az elkapók közül, mint az elkapók első számú játékosát, akkor a helyére tud elépni valaki hasonló eredményességgel, és hát meg is kaptuk rá a választ ugye az Entroners elleni mérkőzésükön. Nagyon jól sült el ez az irányítóváltás, illetve Ciroknak az elkapók közüli kivétele. Zax 3 TD-t tudott elkapni, ugye Takács Bence is eredményes volt.
Úgyhogy volt, aki előrelépjen, és szerintem ezen az úton, hogyha tovább mennek, akkor most már nem fognak hibázni offenszben. Ugye többször beszéltünk arról, hogy ez egyik új igazolás, aki éppen tavaly még ezt a stadion, ennek a stadionnak a gyepét is koptatta, Mészáros Márton. Nagyon sokat vártunk tőle, nagyon sokat várt tőle a Kábelsz. Talán az utolsó mérkőzésén voltak már olyan jelek, hogy meg tudja ugrani a bajnok csapat szintjét. Nyilvánvalóan tehetségben ezt már megmutatta, de valahogy eddig valami hiányzott. Elindulhat ő is fölfelé, és akár ugye az említett Zaksz Norbert, illetve Takács Bence mellé felléphet egy harmadik fegyvernek? Igen, hiányoltuk valóban a szezon első felében Mészáros Marcit, tehát azért a tehetsége nem indokolta azt, hogy ennyire úgymond el legyen hanyagolva, ennyire kevés szerepet kapjon. A legutóbbi mérkőzésen azért már megvillant, voltak kulcselkapásai, voltak nagyon szép megmozdulásai. Én bízom abban, hogy ő is most már elindul fölfelé a létrán, és azzal, hogy Cirók Marci ugye kikerült az elkapók közül, ő is egy picivel több szerepet fog majd kapni. Először most Grácz Vilmost hallgassuk meg, a Dunajváros Gorillaz vezetőedzőjét, aki ott állt Cselleng Ádám mellett. Köszöntöm én is a Digisport nézőit innen Dunaújvárosból, ahol a Gorillaz a Kábelsz csapatát fogadja, és a tavalyi mérkőzés után idén is megpróbál csodát tenni. Fog ez sikerülni? Itt van velem Grácz Vilmos, a hazaiak vezetőedzője. Mit gondolsz, Vidi? Üdvözletem, hát megpróbálunk csodát tenni, többféle szempontból, először is megpróbálunk végre jól szerepelni egy mérkőzésen, megpróbálunk egységesek lenni egy mérkőzésen, és megpróbálunk mindent megtenni, hogy jól szerepeljünk. Ugye miért a helyszínen láttuk a Fehérvár Entrones elleni mérkőzést, visszanéztük az Eagles ellen találkozott, azért ezeken már mutattatok életjelet. Ezt a fejlődést te látod, ezt várod a mostani találkozótól is? Szívesen mondanám, hogy nagy fejlődést látok, de inkább azt várom, hogy egybe maradjunk, és legalább egy jó játékot tudjunk prezentálni a nézők számára. Nagyon örülnék a győzelemnek, nagyon örülnék a jó szereplésnek. Nagyon fontos, hogy megmutassuk, mennyire tudunk focizni. A közösségi médiában Krasznai Balázs és Németh Marci már üzengettek egymásnak, ők ugye játszottak Békés Csaván együtt, hogy akkor kap-e majd labdát Krasznaitól, fog kapni? Én nagyon remélem, hogy nem fog kapni. Mindent megteszek, hogy ne olyan pléjeket hívjunk, hogy kaphasson a labdát. A sérültekkel kapcsolatban, a távozókkal, ugye Nick Ward már nem tagja a csapatnak, de a sérültekkel hogy álltok? Sajnos 2-3 nagyon fontos sérülésünk van. Kulcs pozíció, Farkas Géza nem játszik a linebacker sorban, James nem játszik az offense falban, nagyon nehéz mind a kettőjüknek a pótlása. Meg fogunk próbálkozni vele, de nagyon nagy hiány. Ugye a tavalyi mérkőzésen leginkább a futójáték volt az, ami a végén a Kábelznek a győzelmet meghozta. Idén azért nem nevezhető dominánsnak az ő futójátékuk. Inkább a passzból készültetek ti is? Mi az, amitől félni kell a Gorilláznak? Azt gondolom, hogy vegyesen fognak futni passzolni, de természetesen annyi jó elkapójuk van, és nagyon magasan kvalifikált elkapójuk, hogy félnünk kell a passzjátékuktól, de a futójátékuktól is nagyon jó running back-ük is van. Ugye Iristól nagyon jó dolgokat láthattunk, például a Fehérvár ellen is. Gondolom készültök hasonló dolgokkal most is. Készülni, mindig nagyon jó dolgokra készülünk. Aztán, hogy mi lesz belőle, az egy másik kérdés. Köszönöm szépen. Már megszámoltuk egyébként, 30-an vannak a Dunajvárosból. Hát ez egy amerikai foci csapatnak meglehetősen kevés. És bizony vannak ugye kulcshiányzók az offense falban és ugye a védelemben. Eddig is a Dunajvárosnak az egyik kardinális problémája a létszám volt. Egy Kábelsz ellen megengedhető-e az, hogy csak 30 emberből áll egy csapat? Alapvetően azért a vidéki csapatoknak kulcskérdése a létszám, mini, tehát ők nem gazdálkodhatnak olyan bőkerettel, olyan nagy létszámmal, mint a budapesti csapatok. Úgyhogy igen, ez azért hátulütője lehet majd az ő szereplésüknek ma. Félő, hogy esetleg a második félidőre elfogyhatnak létszámban is, és ezáltal mint erőben, de hát bízunk benne, hogy azért kemény srácokról van szó. Természetesen ugye amerikai futballban a végletekig küzd mindenki, és annak ellenére valóban, hogy Willi említette, hogy kulcs játékosaik hiányoznak a mai nap. Ugye Göge, Farkas Géza kiesett az egész szezonra biceps szakadással, illetve James Connolly is egy bordasérülést követően ugye a mai mérkőzést ki kell, hogy hagyja. Hát emellett ugye a kevés létszám miatt még az ő pótlásukat is meg kell oldani, úgyhogy ez nem lesz egy könnyű feladat számukra. Ugye említettem a bejelentkezésnél már, hogy a második playoff résztvevő csapat is meg lehet, hiszen tegnap a Budapest Wolves legyőzte a Nyíregyháza Tigers együttesét, hogyha a Cowboys is így tesz ma a Gorillazzal, akkor
ugyanúgy megy a playoffba. Lássuk, hogy hogyan készültek a fővárosiak. Karim Trabelsié a szó. És már itt is van velem a vendégek szakvezetője, Karim Trabelsié, akinek nagyon jó a kedve. A közösségi médiában elterjedt az a hír, hogy majd Krasznai Balázs német Marcinak passzol a régi ismerettség okán. Lesz ilyen szerinted? Lehet, ha most, hogy mondtad, lehet, hogy gyalítjuk a Marci free safety vagy corner, talán lesz ilyen, nem tudom. A tavalyi mérkőzésről azért ilyen kettős érzéseid lehetnek innen a Dunaújvárosi stadionból. Ott nagyon jól ment a futójáték, mostanában a Gorillaz ellen. Mostanában azért nem megy nálatok annyira a futójáték. Látunk most sok cseperkáló vagy roják futást? Hát mindentből fogtok látni mindenképpen. A futása ezért próbáljuk egy picit fölépíteni. Hát egy csoport nem ugyanaz, mint a másik. Most az Entronos ellen látunk, hogy a secondary elég sebezhető volt. Azért jól kontrolláltak a line scrimmage, főleg ezek a két import, ami elég tett keresztbe az egész futásunkra. Szóval idén szerintem a mai nap szerintem több futást fogtok látni, ez biztos. Hector nem játszik a mérkőzésen, úgy néz ki a sérülése súlyosabb, viszont Boros Laci feltűnt. Mennyire számítasz az ő játékára a mai napon? Hát a mai napon van két sérült visszatérő, ez az egyik, ez a Boros Laci. A Lacival már szépen lassan fogunk fölépíteni, hogy lehessen a pályán, és biztatni, hogy már minden rendben, és ha 100% lesz, akkor maradni is fog. Mivel lehet leginkább meglepni szerinted ezt a Gorillazt? Meglepni, hát most mi sajnos mi nem azon vagyunk, hogy a milyen Kinder Bueno vagy Kinder Surprise játék találjuk. A saját playünk fogunk menni, látunk, ismerjük őket. Ennek ellenére, hogy azért a Grassville most minden meccsen változtatja a támadósor, szóval nekünk ott egy picit nehezebb volt felkészülni. Mert igazándiból minden meccs, amit játszották eddig, más arculat mutattak. Szóval ez kicsi probléma, de szerintem a támadósorunk fogja őket meglepni. Ilyen jó kis playek, amit tudunk végrehajtani 100%, és szerintem ez elég jó ahhoz. Szerinted készült valami extrával a Vili ellenetek? A múltkor azt mondtad, hogy biztos, hogy fog. Hát Vilmos is, ez egy régi szerelmes történet, már régóta ismerjük egymást, és régóta vívunk egymás ellen, ő a Győr Sharks, én a Debrecen Gladiátorok, szóval ismerjük egymást, de remélem, hogy nem hozott túl sok trükköt, ugye Vili? Köszönöm szépen! Az előző szezonban szintén pünköst hétfőre esett ez a mérkőzés, és akkor az gyakorlatilag egy playoff csata volt. A Budapest Kábelsz 20-17-re legyőzte a Dacacél Dunaújváros Gorillázt. Akkor a gorillák búcsúztak a playoff reményeiktől. Most már elbúcsúztak, ettől függetlenül lehet ez egy nagyon jó meccs. Most már ne menjenek sehova, mindjárt kezdünk. Úgy rohan az idő, hogy most már ezen a mérkőzésen az ötödik fordulót is lezárjuk a Fezen HFL-ben a 2018-as szezonban, és gyakorlatilag innentől kezdve szinte már minden mérkőzésen a számolgatásé lesz a főszerep. Most például ugye, ahogy említettük már a felvezetésben, az a számolgatás, hogy a Cowboys megszerezze a negyedik győzelmét a szezonban, és biztosan playoff résztvevő legyen. Először jöjjön a két csapat előtt a játékvezetői együttes, referee Zsidai Attila, az umpire Bódi Gábor, a headlinesman Harangi Zsolt, a line judge Udvardi Gyula, a back judge Gazda Pál, a side judge Gábor Péter, a field judge pedig Jurnyik Tivadar. A játékvezetők tehát már a pályán, és ugye, ahogy azt is már említettük, az eddigi egyetlen mérkőzésükön, amikor összecsapott ez a két együttes 20-17-re, a Budapest Cowboys nyert szintén itt Dunajvárosban, és a címvédő csapat pedig sötétkékben megérkezett a pályára.
Ha már láthattuk ugye Royák Richárdot, akkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a tavalyi 20-17-es sikerből Royák fantasztikus futó teljesítménnyel vette ki a részét, messze-messze 100 yard fölé szárnyalt, és gyakorlatilag nagyon nagy részben neki volt köszönhető az a siker. És akkor most jöjjön a Dakacél Dunajváros Gorillaz szürkemezben. Párhuzamot folyamatosan meg lehet vonni a tavalyi mérkőzéssel, hogyha ugye már szóba került Royák, akkor azt is szóba kell hozni, hogy a tavalyi egymás elleni mérkőzésük volt az első olyan, amikor a Dunajváros Gorillázban Krasznai Balázs irányított, ő volt az, aki akkor átvette Bakrati Kornél helyét, és bizony akkor nem tűnt egyébként rossznak ez a csere, ahhoz képest ugye, ahhoz a mérkőzéshez képest ebben a szezonban nem indult el a Gorillaz offense előre Krasznaival, aki itt látható hozzánk legközelebb. És ugye a Kábelzben láttunk egy csapatkapitányt, Papétert, aki szintén ugye tavaly még a Dunajvárost erősítette, úgyhogy neki is igen furcsa lesz ezúttal ellenfélként, ugye Mészáros Márton pedig ott van szintén 14-esben, és Papp Péter, szóval nekik most ellenfélként kell játszani Dunajvárosban. Jöjjön most pedig a pénzfeldobás. Fejet választott. Fej is lett. A pénzfeldobást a vendégcsapat nyerte és halasztottak a második félidőre. Honnan szeretnének rúgni, urak? Álljunk fel. A mérkőzés a hazai csapat visszahordásával kezdődik. Köszönjük, urak, jó játékot! Tehát a Dunajváros Gorillaz vezetheti várhatóan majd az első támadó sorozatot, és ez kicsit talán ugye nekik valamelyest olyan nyomással is járhat, hogy meg kell próbálni azonnal pontot szerezni. Meg kell próbálni azonnal TD-re menni? Koleszár Dávidhoz fordulok, akivel együtt nézzük majd ezt a mérkőzést. Jó napot kívánok ismét mindenkinek. Hát nem volt olyan rég, hogy utoljára találkoztunk. Ugye alig telt el két nap, úgyhogy megszáradnunk sikerült. Ugye a lendületünk, a jókedvünk az töretlen. De hogy válaszoljak a kérdésedre is, hát igen. Azért feltétlenül a javára válna a Gorilláznak, nem csak ugye eredményben is, de mentálisan is, hogyha mondjuk be tudnának kezdeni egy jó kis TD-vel. Úgyhogy mindenféleképpen lehet, hogy az akár ez egy kényszer, de lehet, hogy inkább motivációként próbálják ezt a Gorilláz játékosai felfogni, és akkor viszont egy nagy pozitívum lehet a részükről. Grácia, most is láthattuk a képen, hát bizony megfogyva, de... Hát törve azért azt hiszem, hogy még mindig nem, és úgy is fogják végigjátszani a szezont, hogy nem törnek meg, igaz. Azért most már borzasztó nehéz helyzetben, hiszen 4 vereséggel áll a Gorillaz, és ráadásul 3 igen nehéz mérkőzésük van még hátra. Hát ebből úgy néz ki, hogy visszahordás nem lehet. Itt pedig Karim Traversi, aki az előző fordulóban egy jó reakciót adott a Wolves ellen és súlyos vereségre a csapatával, hiszen 34-12-re legyőzte az Entroners együttesét a Cowboys, és így a címvédő 3 győzelemmel és egyetlen vereséggel áll, ugye az Eagles, a Steelers és az Entroners ellen sikerült nyerni, tehát a 3 nagy rivális közül azért a Steelers elleni győzelem megvan, és majd ugye a Tigers elleni lesz igen fontos.
És akkor jöhet tehát az első támadó sorozat. A Gorillaz a saját 22 yardosáról kezdhet, és azonnal egy futójátékkal indulnak. Harris Hargrove, aki megpróbált kifelé menni, és Golita ér oda, aki hát Kovácssal együtt csinálja meg Hargrove ellen a szerelést. Várható lesz? Akkor ez gyakorlatilag egy ilyen jellemző kép, hogy Hargrove kapja a labdát és fut. Hát, hogyha az előző mérkőzésből indulunk ki, amit az Eagles ellen játszottak, akkor most egy bő negyedik valóban ilyen Wildcat elnevezésű formációval állhatnak föl, ugye, ami azt jelenti, hogy nincsen fönt irányító a pályán, hanem az irányító helyett is egy idézőben plusz futó van fönt, aki kapja a direct snappet, és általában egy ilyen read option-ös játékkal kezdenek el operálni. Ezúttal Ogunlanának adta oda Hargrove a labdát második kísérletre, de nem jutott előrébb a Gorillaz, úgyhogy three and out-tal akár le is parancsolhatja a Cowboys ezt az első támadó kísérletet. Krasznai vette közben a sisakját, de marad az oldalon kívül, miközben ugye az imént láthattuk a Gorillaz támadóit, most nézhetjük a Cowboys védő sorát, és hát a hivatalos felállásban Németh Márton ugye egy sorral előrébb a linebackerek között szerepel. Ugye ő azért feltűnhet, sőt, nyilván felfog a defensive back-ek között is, lévén, hogy Magyarország egyik, hanem a legjobb safety-éről van szó. Megint egy trükkös játék, és a first down nem lesz meg. Nem sokon múlott, Rász Balázs kapta meg. Most ugye, hát ilyen szempontból is érdekes dolog ez a Wildcat, ugye a amerikai futball szerető nézők ugye azért körülbelül egy 10 éve ismerkedhettek meg vele így nagy általánosságban, ugye az NFL-ben körülbelül akkor került elő jelentősebben ez a játék, utána egy pár év után el is halt, de hát érdekes felelés, és jó nézni ilyesmiket is, tehát nem állandóan a megszokott playeket nézni. Hát most ez nem feltétlenül jött össze, nagyon szépen kivédekezte egyébként a Cowboys. A Beretka pántja, hát ugye nézni jó, meg ugye érdekes, miközben rosszul pattan a pánt a Gorillaz szempontjából. Szóval nézni jó, de nyilván ugye ez egy ilyen kényszer megoldásnak tűnik a Gorillaz részéről. Egyébként már az előző mérkőzésén a hazai csapat ugye akkor idegenben az Eagles ellen alig-alig passzoltatta például ugye Krasznai Balázst, aki megállt 18 passzolt yardnál. Ugyanakkor nem volt eladott labdája, akkor azzal egyébként meccsben volt az Eagles ellen a Gorillaz, egy pontos vereséget szenvedett, korábban pedig kikapott szerzett pont nélkül a Győr Sharks, és a Budapest Wolves ellen is 0-3, illetve 0-20, és aztán hazai pályán pedig 30-24-re a Fehérvár Entronerstől a Fehér megyei, Fehér Bólon akár lehet mondani. Ez egy igencsak szórakoztató mérkőzés volt, amiben talán esetleg benne maradt a Gorillázban a győzelem. Na de most Cirók Márton irányítóként dőlnek ketten is egyébként a vendégek közül. Igen, ott nagy volt kicsit a dzsumbuj. Igen. Nem feltétlenül futott mindenki szerintem a kellő helyen. Láthatjuk azt az offense falat, ami most már ugye Hector Miranda Banuelos nélküli. Cseri Zoltán vette át a helyét, illetve gyakorlatilag evezett át az egyik oldalról a másikra. Tackle poszton, és Nagy Norbert pedig a jobb oldali tackle. Igen, úgy fest, hogy azért ez egy bevált dolog lett akkor náluk. Ugye kiemeltük a legutóbbi alkalommal is még az Entronels ellen, hogy a Cowboys Nagy Norbit állította be a jobb tackle-re, és nagyon tisztán... Cirók, és nem sikerül behúzni! Úgy néz ki, hogy Zax volt teljesen üresen. Nagyon szépen tisztán tudott futni, mint hogyha saját térdével, igen. Mert ahogy megpróbálta volna behúzni a lépéssel, nem tudta összekoordinálni, igen. Ott volt. Igen, lekicsúszott a kezeiből és a térdéről pattant el jó messzire. Szóval igen, úgy látszik, hogy Nagy Norbi akkor bevált, és innentől kezdve rászámít Karim Trabelsi offenszben. Ugye ennek az érdekesség, ugye ki is emeltük a múltkor, hogy Nagy Norbi alapvetően ugye a defensive tackle játékos, tehát neki az elsődleges posztja, de hát hogyha ott is jó az offense oldalon, akkor miért ne játszhatna ott is? Közben Cirók menekül, de nem tud. Megvan a szek tehát. 73-assal, igen. Szép védekezés volt. Úgyhogy negyedik kísérlet jön, és összességében a védelmek igencsak jól kezdenek. Ugye még
azt kell mindenképpen kiemelni, és mivel jön vissza a pályára a Dunai Város Gorillaz támadó alakulata, ott is a Gorillaz támadó sorában, támadó falában van ugye változás, James Connelly sérülése miatt Sos Ariel kapott szerepet, úgyhogy rá is igen nagy szerep hárul majd Brian McCullough-ral. Jön tehát a punt. Méretes. Rácz Balázs. Onnan azért nehéz lesz majd kitörni. Egy 10 yardot tudott belőle hozni. Igen. Könnyű helyzetből azért nem indul most sem a Gorillaz. Azért nagyon szép volt abban az értelemben a punt, hogy oda beszorította a sarokba Rácz Balázst. Igen. Alapvetően egyébként a Gorillaz védelme azt mutatta, amire azért számítani lehetett, tehát a Gorillaz két csapat része közül azért egyértelműen a defense, ami jobban dominál és amire jobban lehet számítani, de azért lássuk most, hogy ki tudtak-e mutatni valami újdonságot, vagy ki tudtak-e találni valami újdonságot a Wildcatben. Ugye azt is érdemes lesz majd figyelni, hogy nyilván ez a 30-as létszám, nagyon-nagyon kevesen vannak, hogy vajon erővel hogyan bírják majd egy egész mérkőzésen keresztül. Most megint Rácz kapja, és azonnal elkapják a lábát. Bánfi! Nagyon szépen lezárta a szélét. Ugye a bejelentkezésnél már nem jutott rá időnk, hogy erre is kitérjek, de mindenféleképpen kiszerettem volna már akkor emelni, hogy ugye azért a Cowboys-nek a futás elleni védelme azért nem volt feltétlenül a eddigi szezon során a legmeggyőzőbb. Mondom ezt úgy, hogy magukhoz képest értem, mert azért természetesen nyilván a jó szerepléseket hozták, de azért a futás elleni védekezésnél meggyűlt a bajuk. Legélénkebben talán ugye az Entroners ellen élhet bennünk, hogy Novakov bizony és Szakácsi kifejezetten lehet mondani, hogy fickándoztak. Igen, és ugye pontosan főleg a szélre menő, tehát a tekölön kívülre menő futásokkal nem tudott nagyon sokszor mit kezdeni a Cowboys, hát most ezt úgy láthatóan azért rögtön kijavították. Bánfi tényleg, ahogy az előbb is mondtam, nagyon szépen lezárta a szélét, és ugye negatív yardon tudta megcsinálni végül a szerelést. Közben egyébként dr. Bakrati Dániel csinálta meg az elkapást, most Krasznai Balázs is fent volt az irányító, és legalább azért egy jó pár yardot hozott ezzel a Gorillaz, de ettől függetlenül megint jöhet egy three and out, hiszen a harmadik kísérlet. Itt van Krasznai Balázs, hát a lőlapja, hogyha szabad így fogalmazni, nem túl impozáns eddig, az egy passzolt touchdown mellett hatszor eladta a levegőben a labdát, nagyon figyelnie kell majd erre, és megint ott van a first down közelében a Gorillaz, de megint rövid a próbálkozás, úgyhogy három kísérletből megint nem sikerült 10 yardot haladni. Jön is fel a pán csapat. Jó elképzelések voltak. A védők le tudtak jönni mindkét esetben ugye a receiverek blokkjairól, és ugye fellépve nem engedtek elég teret annak, hogy meglehessen a first down, illetve az előző playben is még ugye látható volt, hogy Nagy Kevin nem engedte magát bekatolni, úgyhogy megint csak szép védekezést láthattunk. Beretka pántja. Miközben egyébként ugye Bakrati Dániel második elkapott labdája is megvolt, igaz? Ugye ez nem hozott az imént first down-t. Hát ez nem volt olyan hosszú pánt. Nem, ugye egyelőre úgy néz ki, hogy egy pozíciós csata kezdődött el, hiszen hosszú drive-okról nem beszélhettünk, viszont rendre azért a Cowboys kezd jobb pozícióval, ugye megint akár egy three and out esetében megint ők pantolnának jobb helyzetből, nyilván ugye nem ez lenne az elsődleges cél, hanem előre haladni. Egyébként, hogyha párhuzamot vonunk egy kicsit, ugye a futójátékban vontunk, vagy a futójáték megállításában az Entroners elleni mérkőzéssel, akkor ott azért inkább a második fél időben indult be a Cowboys, és ott sikerült felőrölni az ellenfelet. Ciro közben elindul. Megtartja. Nagyon szépen keresi a területet. Jók voltak a blokkok, amiket kapott. Igen, most első szándékból behúzta magának a labdát. Ha jól láttam. Igen, megkapta és azonnal indult is el, miközben láthatjuk a Gorillaz védelmét, ami gyakorlatilag mindig dicsérhető. Eris Hargrove-val itt ugye a linebackerek között. És hát ami a nagyon nagy változás, hogy a defensive back-ek
sorában nincsen ugye már amerikai ettől a szezontól, hiszen Victor Williams az Eaglesben, Csimicsángon pedig Finnországban játszik már. Cirok elindítja hosszan a labdát. Kanternek volt ez elkaphatatlan. Matthias Kanter ugye a másik visszatérő Boros Lászlóval együtt, ez gyakorlatilag ugye megint a Kábelsz offenzének a lehetőségek tárházának csak a bővülését nyújtja. Így van, pontosan az ő visszatérésükkel mondhatni, hogy teljessé vált az elkapó arzenál igazából. Hát ahogy már egyszer korábban, nem is tudom melyik mérkőzésre mondtam igazából, akkor mondjuk még Várira célozva, de most akkor ugyanez igaz Szirók Marcira is, hogy minden újjára jut egy elkapó, igazából dúskálhat bennük. Úgyhogy nagyon-nagyon jó kis offenzív personelje van. És úgy, hogy Lakatost és Kocsist például alig-alig használják. Így igaz. Megint menekülnie kell, és elindul kifelé, Hargrove üldözi, és viszi le második kísérletre. Azért ezt nagyjából megfelezte a távolságot Cirók, a 10 yardot, sőt lehet, hogy még többet is hozott. És föl kellett lépnie, igen, kicsit összeomlott a zseb. Csak a középen megnyíló lukon tudott elslisszolni, de Hargrove érvényesítve a sebességét azért utána tudott menni. Viszont még mindig nincsen first down, úgyhogy harmadik és 4. Így van. Fent van Kanter. Fent van Szabolcska, azért, fent van Zax. Azért, hogyha a Gorilláznak csak a két defensív endjét vesszük alapul, most ez egy screen belső belülre. Megvan az elkapás, és ráadásul ebből így úgy néz ki, hogy first down van. Lakatos kapta el a labdát, ugye ő a kettes mezben, de neki még az első fordulóban nem volt még meg a saját dressze, most már ugye szépen névre szólóan. És ugye szintén egy új igazolásról van szó, Miskolc Renegadesből jött egészen pontosan. Igen, rég láttunk már ilyen playt egyébként, ez egy middle screen volt, ugye eladják a paszt. Az offense fal kicsit tartja a védekezőket, de aztán elengedik. Azt hihetik, hogy ugye át tudtak jönni, ugye Cirók Marcit megtámadják. Hoppá, Cirók kibújik egy, és aztán utána másodszorra McCulloch fogta meg. Ugye Brian McCulloch, aki szintén egy baloldali tackle-t játszik alapvetően az offenszben, de most már ugye a védelemben is úgy néz ki, megtalálták a helyét. Ő és Hargrove az, aki oda-vissza a labda, mind a két oldalán képes igen magas szintű produktumra, és ugye erről is volt szó, már említetted azt a bizonyos overtime-ot, amiben Grácz Vili mondta, hogy bizony az import játékosoknak a helyét még keresték, és kezdik egyre jobban megtalálni, ugye McCulloch-ot is a védelemben lehet használni. És azért ugye nem menjünk el amellett sem, hogy Tanács Pál volt az első, aki odaért most Cirókra. És hát ő, illetve Madarász Attila a két szélen azért meg elég nagy nyomást tudnak helyezni. Apá. Nem bármelyik offense fal, igen. Szabolcska. Volt egy kis egyet nem értés. Szabolcska megy vissza aztán a huddle-be, ahol megbeszélhetik, hogy itt mi volt a probléma. Harmadik kísérlet. És konkrétan harmadik és 10. Egyelőre azért azt nem lehet mondani, hogy még a Cowboys elkapta volna a ritmust. Nem, de ez igazából tőlük teljesen megszokott, hogyha azt vesszük. Ők általában azért mindig a második félidőre szoktak csapat, felébredni. Cirók. Passzjáték lesz ebből. Megvan a lépés előny, és az elkapás. Az egy touchdown. Takács Bence, touchdown Cowboys. Na. Hát akkor igazából Takács Bence is ott folytatja majd, hogy nem ahol az Entrones ellen a negyedik fordulóban abba hagyta. Mert hogy bizony ugye ő volt a mérkőzés legértékesebb játékosa, és remek teljesítményt nyújtott. Ez egy nagyon szépen megdobott labda. Farkas Máté előtt járt nagyjából egy fél lépéssel. Itt rázza le Takács Bence, gyönyörűen elszeparálódik, és gyönyörűen húzza be. Nagyon szép volt. És azért Farkas Máté is vissza tudott rá érni tulajdonképpen. Tehát igen. Ugye Takács azért tényleg valóban elszeparálódott egy jó pár másodpercet, de utána Farkas visszaért rá, csak akkor már a labda nagyon szépen repült. Fóra Camillo extra pontja. Jó, 7-0-ra vezette tehát a Cowboys. Úgyhogy a második támadó sorozatból már pontokat visz
a címvédő, Takács Bence pedig az elkapott társdányával jelzi, hogy nem akarja, hogy a Gorillaz esetleg vérszemet kapjon. Takács Bence harmadik társdánya volt. Ugye az előző szezon egyik nagyon kellemes meglepetése, lehet mondani, hogy felfedezettje volt, kifejezetten konstans jó teljesítmény nyújtott, de erre most még rápakol, hiszen igen, azért ugye nem véletlenül, emlékezzünk csak vissza, hogy Zax Norbert három touchdownos mérkőzése fenomenális, de összességében, amit ugye akkor mondtál, hogy Takács Bence nagyon fontos pillanatokban kapott el labdákat, és ugye volt egyébként szintén ő is eredményes. Igen, nehéz volt egyébként a múlt alkalom, vagy az akkori alkalommal kiválasztanom az MVP-t, mert valóban Zax és Takács között vaciláltam, de pont ez a kis nyúlfarknyi dolog döntött, így idézőjelben nyúlfarknyi, hogy azért Takácsnak nagyon kulcs szituációkban voltak bravúros elkapásai, és ezért döntöttem végül mellette. Yardokban egyébként top 5-ös HFL elkapó Takács Bence, és hogyha így folytatja, akkor a forduló végére még ennél is feljebb kapaszkodhat. 20 yardos közeléig sikerült most Farkasnak visszahordani a kickoffot. Hát ebből sokkal többet nem tudod kihozni. Hát továbbra is fel van adva a lecke a Gorillaz. Hát először egy aprócska first down-nal szerintem meg lehetne indulni Dunai városi részről. De az is igaz, hogy nem kapnak különösebben jó kiinduló posztokat. Ugye visszahordásokban nincs, akitől igazán tartson például ugye a kickoff csapat. És ezt láthatjuk Magyarországon sok esetben, például a kickoffot azért végzik el röviden, mert hogy félnek, miközben Krasznaitól nagyon gyenge és rövid ez a labda. Nagyon-nagyon rövid volt, igen. Szóval, hogy mind félnek ugye attól, aki visszahord. De a Gorillázban nincs nagyon, akitől féljenek, úgyhogy ilyen módon folyamatosan ott a 20 yard körül kezdhetik a támadó sorozatot. Igen, és alapvetően talán kicsit rá lehet mondani a Magyar Ligára általánosságban, hogy a special teamekre talán nem tudnak, vagy nincs mód annyi figyelmet fordítani, mint mondjuk egy komolyabb európai, vagy akár tengeren túli ligákban is. Úgyhogy ezáltal is lehet azt mondani, hogy esetleg a biztosabbra mennek ilyenkor. De hát valóban a Kábez nem ijedt meg tőle, hogy esetleg ugye egyből a visszahordónak a kezébe rúgják a labdát. Jók egyelőre coverage-ban, kick-off coverage-ben, azt kell mondani. Hegedűs futott most ezúttal. Ugye nyilvánvalóan nem szabad elfelejteni, hogy őt is lehet, sőt kell használni majd a Dunajvárosban, hiszen ugye futóposzton azért ő jó, és ő is ugye HFL-ben top 5-ös futó mennyiséget hoz. A negyedik legtöbb futott yardja van, ez pedig egy csodálatos védekezés. Bánfi eddig nagyon jó munkát végez, megint nem engedte magát megblokkolni, le tudott jönni a tekörről, nézzük meg még egyszer. Na, pont nem látjuk, most már igen, nagyon szép, ez nagyon szép volt. Ugye alapvetően eltolta Mészáros Istvánt, és aztán utána kinyúl. Igen, eltartja magától két kézzel annyira, hogy lássa, mit folyik ugye a teköl feje, vagy a teköl válla mögött. Látta, hogy Hegedűs merre támaszt ki, lerántotta a tekölt, és utána megcsinálta nagyon szépen a szerelést. Beret kapánkja, ezúttal most nem pattog rosszul, de megint lehet visszahordani. Takács Bence kezében a labda elindul nagyon kifelé. Szépen, hát még a félpályán Takács Bence, és még tud venni, nem lépett ki, Takács Bence visszaviszi. Ez igen. Touchdown Cowboys! Hát Érik, mi nem akarom elkiabálni, még azért nagyon a mérkőzés elején vagyunk, de hogyha Takács így folytatja, ő is bezsebel még egy pesgőt, mint tegnap előtt André Weiss. Igen. Hát nem volt semmi, nézzük csak. Jók a blokkok. Majd a lábát kell inkább figyelni, azt hiszem. Itt még ugye rendben van. Teljesen. Itt még lesz majd egyébként egy ember, aki érkezik. Igen, Tanács Pál még épp, hogy el tudná csípni. Hát nem lehet, hogyha Tanács Pali elugrik utána, akkor meg lett volna a teköl. Nem sokon múlott, de nagyon-nagyon szép TD. Nagyon-nagyon szép special team TD. Így van.
visszahordott touchdownja is van tehát Takácsnak. Most már az elkapott mellett. És majdnem egy blokkolt extrát láthattunk. Fura Camillo pedig berúgta az extra pontot. Jogosan örül. Hát ez egy meggyőző Cowboys kezdés. Abszolút. Egy jó blokkot. Még egy jó blokk. És ott Kovácsot kellett dicsérni, Kovács Richárdot. Beborít egy harmadik ember. Bizony. És aztán már szabad az út. Igen, itt ugye a sebességgel Tanács Pált már meg tudja verni. Nagyon szép TD, na. Nem is kell ehhez mást hozzáfűzni szerintem. Itt pedig az extra. Úgyhogy 14-0-ra vezet a Cowboys már az első negyedben. Úgyhogy hát azért ilyen állásnál nem beszélhetünk arról, hogy a második fél időben akarja felőrölni az ellenfelét a címvédő. Ott a blokk még egyszer blokk. Kilassítva, az nagyon szép volt. Kovács Richárdtól, aztán utána még egy blokkot ugye Németh Marcitól. Ott egy harmadik is. Talán azt vitatták egyébként. Volt a play-től. Egy kicsit. Én nem láttam abban semmi szabálytalant. Na de akkor lássuk Nagy Kevin kikofját. Picit lapos, na, lehet, hogy szándékosan. És ez kipattog. Úgyhogy ezért jön tehát a sárga zászló. Hát eddig, amit ugye vártunk, hogy... Illegal procedure, kick-off out of bound, kicking a labdát 30 yardra helyezzük el a kirúgástól, first down. Szóval eddig, amit vártunk, hogy azért magára talál a Dunaújváros a futójátékával, ugye, amivel eddig ugye a harmadik fordulóban is például az Entroners ellen tudtak termelni, illetve az Eagles ellen legutóbb, hát ez eddig még várat magára, ugye jelentősen, azt kell mondani. Krasznai ezúttal bent van a huddle-ben, tehát nem kizárt, hogy most nem lesz trükközés, hanem megpróbálnak végre irányítóval haladni. Na itt vannak itt van az a blokk. Mit mondasz? Nem, semmi. Szerintem ez egy teljesen tiszta blokk volt. Jöhet tehát a Gorillaz. Hegedűs kapja meg a labdát. Ott sehova. Próbált még kaparni előre, de akkor már megfogták. Igen, megint a B-lyukra ment a futás, aztán az utolsó pillanatban ugye irányt váltott, és a tekölön kívülre sarkazott át Hegedűs Dani, de hát bánfilmisi pont ott volt. Igen, meg ez ugyanaz. Nem is, igen. Ez ugyanaz. Igen, most Misi viszont szépen zárta le a szélét. Nyilván eleve nem engedte magát eltolni, ugye szépen kívül maradt. Hát szerintem Hegedűs Daninak nem kellett volna, vagy nem, lehet, hogy ott jött valaki belülről, lehet, hogy azt látta, nem tudom, de hát így ilyen mínusz egy ad. Második és 11. Krasznai most hosszan elindítja, és rá teljesen üresen! Na megvan az első first down! Nem akármilyen passzból. Bizony. Na, tehát Krasznaitól ilyenek kellerének. Erre vártunk egyébként, ugye ő atlétaként azt feltételezte magáról, vagy azt feltételeztük róla, ugye, hogy a hosszabb labdákkal nyilvánvalóan kellő elkapó munka mellett majd ez abszolút egy fejlődőképes gárda lehet. Most ez egy jól megdobott labda, és jó elkapás volt Ráctól. Igen, és azért picit azért... Mondhatom azt így, szerintem a te nevedben is, hogy picit azért nem értjük, hogy Krasznainak miért nem sikerült eddig az idei szezonban jobb teljesítmény nyújtania. Igen, ugye pont együtt közvetítettük egy éve azt a mérkőzést, amit már oly sokszor felidéztük. Igen. És ugye Krasznai, opá, közben Hergro. Hát Hergro nem tudta talán megszelidíteni, és hogyha csinált egy first down-t a Gorillaz, és elindulhatna akár, csinálnak egy ilyen hibát. Ej. Szóval ugye azon a mérkőzésen egy kellemes meglepetés volt, semmi extrát. Igen. Egyébként nem csinált, nem volt passzoltás dánya, de
de jól menedzselte a játékot, megtalálta az elkapóit. Igen, emlékeim pont... szerint ilyen 130-140 yard között zárt, úgyhogy egy jó mérkőzése volt. És abból ugye ráadásul úgy, hogy első irányít, első mérkőzés irányítóként, úgy tűnt, hogy ebből majd el lehet kezdeni építkezni, hát nem így lett. Igen, és főleg úgy, hogy azért most már volt egy egész off-seasonje rá, hogy készüljön úgy, mint kezdő irányító, tehát azért fejben is fel tudta magát erre készíteni, hogy most már az idei évtől akkor ő rá. Ó, ez egy kicsit... Ez sem pontos. Bakrati mögé menve, lehet, hogy bele is kapott a szél. Elképzelhető, mert hogy azért van. Ráadásul pont arról az oldalról fúj. Így igaz. Igen, azt azért egyébként mindenképpen Krasznai számlájához még hozzá kell írni a pozitív oldalra, hogy ő azért békés csavai fiú, úgyhogy azért nem egy könnyű helyzet, amit meg kell oldani, át kell hidalni, de való igaz, ahhoz a mérkőzéshez képest nem volt kellő fokú a fejlődés. Így igaz, és ő elvileg valóban Békés Csabáról jár föl. Vagy jár át Dunaújvárosba. Ugye a kérdések egyébként, Cselengádi kérdései erre is vonatkoztak, hogy ugye Németh Marcival ők Békés Csabán, a Békés Csabai csapatban játszottak együtt. Na ott kéne még egy Bakrati. Blokk, ez megvan, és ebből lehet akár egy egész jó harmadik kísérlet. Hát ebben majdnem first down lett konkrétan. Negyedik, mert hogy ugye éppen ez volt a harmadik és 21-re. Ettől függetlenül ez talán egy olyan pozíció, amire megéri kockáztatni. Hát gyanítom, hogy neki fognak menni. Na most pedig egy ugyanilyen middle screen-t láthattunk, ahogy a Gladiator, szóval a Gorillaz oldaláról Karim is. Karim megzavart, mi? Meg. Tehát ez a sok ki hol volt már edző, meg ki hol játékos, ez így össze tudja zavarni az ember. Szóval igen, az előbb nem fejeztem be még ugye a Cowbells oldalán, amikor ezt a play-t láthattuk, hogy ilyenkor az offense falemberek elengedik azokat a védőket, akiket blokkoltak, és ugye föllépnek a következő szintre. Negyednek. És te meg is mondd végig nagyon gyorsan. Ja, hogy amit... Na igen. Nagyon gyorsan. Na, fölépnek a következő szinte, és ott blokkolják meg, miközben ugye eldobják a paszt, és mivel a line of scrimmage előtt kapja meg a paszt a futó, vagy akinek szánják, ugye ezért fölléphetnek a line of scrimmage-ről a blokkolók, és ezáltal ugye a következő szinte megvolk, és egy nagyobb területet tudnak ezzel nyerni. Nagy taps Kolesár Dávidnak, 0-14 az első negyedben, innen folytatjuk. Hát egy field goal-lal kezdünk, tehát nem próbálja meg negyedik kísérletre a Gorillaz. Ugye a Sharks elleni mérkőzésen volt egy ilyen field goal, amit nem próbáltak meg, neki mentek negyedikre, ami esetleg sokat számított. Nem biztos, hogy itt sokat számít, ugyanakkor a pontok tekintetében lehet fontos. Nincs bent. Hát ez egy combos 47 yardos próbálkozás volt. Hát. Picit számunkra meglepő módon. Igen. Én arra többet mertem volna tenni, hogy rámennek negyedikre. Hosszában egyébként megvolt, de lehetett ott látni, hogy valóban egy kicsit kikanyarodott a labda. Ugye, amit említettem, a Gyorsák szellem volt szintén első félidőben egy field goal kísérlet, hogy lehetett volna egy viszonylag közeli, már elég mélyen a Sharks tér felén, azt nem vállalta be a Gorillaz, és ugye még Grácsvili is felemlegette, hogyha akkor az dát ugye kigondolta. Igen. Most elképzelhetőnek tartom, hogy azzal próbáltak volna esetleg megnyugodni, hogy pontot tesznek a táblára, hát ha ugye az a védelemre is jobb hatással van, illetve az egész csapatra, hát nincs fönt a táblán a Gorillaz pontok. Nézzük a Cowbells-t. Cirók. Arci. Hoppá, és shovel pass. Rajákot viszik le aztán. Azért egy pár yardot így is hozott a Cowbells. Igen, egy 3 yardot sikerült belőle csinálni. Miközben egyébként Bakrati Dániellel beszélgetett Grácz Vilmos, aki azért egy jó pár labdát elkapdosott már ezen a mérkőzésen. A hosszabb célpontja ugye értelemszerűen a fürgébb Rácz volt Krasznai Balázsnak. A második kísérlet jön, második és 5. Rövidhessen 3 elkapó. Hoppá, ott volt egy kis bemozgás, nem is kicsi, többen is elindultak. Zászló eső. Hát igen. Mindenhonnan.
pár emberre lehetett dobni. Melyik oldalon? Make it rain. Offside. Defense 96. Az 5 yard büntetés first down eredményez. Tanács Pál bemozgása eredményez. Tehát first down, mivel ugye 5 yard kellett még, hát azt hiszem, igen, így a visszajátszásból nem lehet kérdés. Kicsit elsiette. Úgyhogy ezzel most kap egy ajándék first down-t a Cowboys. És jól látom, hogy azt, igen, Tanács Pál ráadásul nem is endben van, hanem bekerült nose pozícióba. Közben Royák fut, amit Karim Traversi megígért a mérkőzést megelőzően, hogy több futójáték várható, mint az Entroners ellen. Ott valószínűleg azért az a fehérvári védvonal, védőfal, az lehetett egy kicsit nehézkes, hogy egyáltalán bármilyen futójáték kialakuljon McGee-vel, Reagannel, illetve Szász Csabával együtt. Második és 3. És ugye átalakított a kicsit Willi a defense falat, mert ahogy látjuk, Tanács Pál bekerült ugye nose-ba, és McCullough van a hármas technikán, úgyhogy, ahogy mondtad te is, meg ahogy beszéltünk már róla többször, ugye Grácz Willi előszeretettel használja az importjait a labda mindkét oldalán. És ne felejtsük el ugye Pacuk Lászlót, mert ugye nyilván ez ugye együtt természetesen működés, sőt, igaz, ugye Willi rendre hangoztatja, hogy a Gorillaz az a csapat, amelynek két vezető edzője van gyakorlatilag azonos hatáskörrel. Így igaz, tökéletesen igazad van, és hát tulajdonképpen Pacuk Laci az, aki elsősorban felel a védelemért, de hát nyilván ennek alapján valószínűleg megbeszélnek mindent ketten. Cirók, gyorsan elindítja, Mészáros. Egykori csapata ellen megvan az első elkapása. Hát egy nagyjából 4 yardos. Ez egy kötelezőt hozott belőle, snap után egyből egyet hátra lépett is. Ott volt rajta egyébként Erki Kis Péter. Boros pedig fellépett blokkolni mellette. Ettől függetlenül azért lecsúszott Ogullanáról. Igen, picit pontatlan volt az a blokk valóban. Az megvan, akkor lehet, hogy akár a first down is meg lehetett volna, vagy egy nagyobb játék. Ettől függetlenül azért ez így sem volt rossz. Cirók, megint egy passzjáték, és az a teljesen üres ember! Kanter! Húha! Erki Kist verte meg? Hát megnézzük. Valószínűleg ő az, igen. Két interceptionje van már Erki Kis Péternek a szezonban, hát itt nagyon nem volt a közelében a labda, meg Kanter sem. Hát egy jó másfél lépéssel előrébb volt Kanter. És még ugye az a csoda, hogy Erki, ahogy még utána vetődött, azt megakadályozta, hogy ne legyen ebből azonnali touchdown. Igen, hát Kanter jó nagyokat tudott lépni. Igen, egy hóri-horgas elkapó, Matthias Kanter, aki egyébként szintén ugye a Cowboys ellen mutatkozott be tavaly, csak akkor már ugye nem tudott akkor már playoffban is részt venni, hiszen kevesebb, mint az alapszakasz felén játszott. Közben egy sárga zászló is van, ami lehet akár bemozdulás is. Royák futását minden esetre lekapcsolják. Hergo és McCullough közösen, de hallgassuk a büntit. Offside, defense 52, felezzük a távolságot, első kísérlet. Egyelőre azért sok védő részről a bemozdulás, meg a kicsit felesleges szabálytalanság Szabó Péter ezúttal, nem a bemozduló tudom. Játékos. Nem. Pedig vissza akart lépni utána, ezek szerint nem sikerült neki. Első és gól ezzel, elég közelről, 2-3 yardról. Cirók instruálja még a társakat. Royák is ott van, de nem ő kapja, hanem Cirók dobja! És Takács Bence! Mester hármas! Neked is van egy mester hármasod, szakértői Takács Bencének pedig touchdownból. Ő is akart magának egy saját mester hármast. Igen. Hát igen, itt ugye a bal oldalon
a hosszú hessen ugye Takács ott volt idézőben hagyva, ugye elszeparált elkapóként egy testsel, Quicksland belülre, nagyon könnyen meg tudta verni Farkas Mátét. Ez egy nagyon, nagyon ügyes, nagyon okos play hívás volt, és egy nagyon szép TD ezzel együtt természetesen. Úgyhogy ezért már az első fél időben gyakorlatilag a Cowboys azt hiszem pontot tehet itt a lényegi kérdésekre. Az extra pont jó, 21-0-ra vezet a Cowboys, tehát Takács Bence két elkapott TD-vel és egy visszahordottal. Ugye először van, hát igen komoly nyomás alatt és csúnyán megszorva a Cowboys, akarom mondani a Gorillaz védelme. Igen. Hát, van valami ebben a Gatorade-ben, az a pisilsz. Akkor abból a Gatorade-ből én is kérek. Na szóval igen, hát tulajdonképpen Cowboys oldalról az történt, amit vártunk. Ugye passzok. Ezt vártuk, hogy már is az első fél időben annyira nagy lesz. Most nem az időzítésre gondolok, hanem inkább a játék jellegére, illetve a play hívásokra. Offense oldalról. Mert azért ugye gondoltuk, hogy egy pass heavy offenzel jön ma is majd a Cowboys, ugye egy-egy megfűszerezett kis futással, ugye a pikantéria kedvéért, de azért a passzokkal fogják lenyomni a labdát a Gorillaz torkán, és hát ugye már két passzolt TD-t is láthattunk a special team TD mellett, és hát eddig ugye azért Takács Bence viszi a prímet maximálisan. Ja, azért most már egyre nehezebb mind a két csapatrésznek feljönni a Gorillaz szempontjából, hiszen ugye nincsenek pontok, és most már nem tudják megállítani a Cowboys támadásait sem hatékonyan. Viszont abból azért talán ki lehet indulni, hogy az előző drive-ban azért szépen haladtak, és volt hosszú passzjátéka is Krasznainak. Lássuk most, mit talál ki a Gorillaz. Megvan az elkapás, azonnal ott van a szerelés is. Igen, nem feltétlenül kell ilyen nagyon-nagyon hosszú passzokkal próbálkozni, mint amit ugye láthattunk az előbb Krasznaitól. Tehát ezek a közepes távolságú passzok nagyon jól működhetnének, csak hogy ugye itt a pontosság az, ami egy nagyon kulcskérdés. De ez most sikerült, ugye Nagy Kevin eléggé mélyen védekezett, vagy távol védekezett. Aztán az észlelte a bajt. Igen, aztán szépen fölépett, természetesen jól olvasta. Ez egy eléggé szoft védekezés volt, ugye vélhetően egy cover 3. Horváth Lászlóé volt, tehát az elkapás az első neki a meccsen, Krasznai. Ez roppant magas volt, úgyhogy igazából ezzel így nem tudott haladni tovább a Gorillaz. Kevesebb, mint 7 perc van hátra az első fél időből. Minthogyha egy kicsit talán, hogy itt ez az önbizalom hiányjal lehetett volna összefüggésben ez a pontatlanság, azért nyilvánvalóan egy irányítót megvisel lélektanilag az, hogyha ennyi eladott labdája van. Hát és hogyha ennyire nem jön a jó teljesítmény, ugye következetesen már mérkőzésre végig. Nincs meg! És ketten is voltak ott. Bár vélhetően nem feltétlenül kellett volna ilyen közel lenni egymáshoz a két Gorillaz elkapónak. Na lássuk, hogy mennyire zavarták meg esetleg egymást. Horváth László és Rácz Balázs, hát Rácz elkapta volna. Igen, ez lehet, hogy neki is ment. Hát Horváth lehet, hogy egy picit mélyebben ment, hogy mélyebben futotta meg a rútját, ahogy kellett volna. Tényleg közel voltak, picit ugye ezáltal egymást is zavarták, és ugye egymásra húzták ezzel a Cowboys védőjátékosokat is. Nincsen megkönnyítve a Gorillaz védőinek dolga, hiszen megint menniük kell majd fel. Igen. A pályára a punt után. Ez sem valami hosszú. Nem hosszú. Hol ment ki? 50-es után valamicskével. Én innen úgy véltem látni. Nem? Nem. Akkor még előbb. Hát, ha minden igaz, akkor 45-ös. A Gorillaz 45-öséről megy a Cowboys, és hát így nagyon-nagyon nehéz
Igen, mert ugye főleg nem tudnak előre haladni, nem tudnak területet nyerni, ugye a pántok is rövidek, ezáltal fölhúzzák a saját defense-ükre ugye a Cowboys offenzét. És hát azért az sem mindegy, már csak lélektanilag sem, hogy mondjuk az ellenfél 20-asától kell elkezdeni védekezni, vagy mondjuk a saját 40-es, 45-ösömtől. És hát ugye nagyon sokat van fent a pályán, egyre többet a Gorillaz védelme. Meg aztán nem is beszélve, igazad van. Kevesen vannak, úgyhogy ez így... Nem tudnak eleget pihenni. Ez így egyre könnyebb lehet a Cowboysnek. Royak! És még mindig talpon! Royak talpon van! Hát ez egy nagyon szép play volt. Elvitte a 20-asig. Hát akkor ez... Ez egy 25 yard futás. Számolni még tudok. Igen. Igen, ott ment keresztbe egy blokk a Titan-től, ugye középen nem tudják levinni, volt vagy két-három misztekől. Hát volt az egyik ott kifejezetten egy... csúnya, itt ajaj. Ez még elmegy, de aztán ez a második, amiről lecsúsznak, Seres Dániel. És hát tulajdonképpen majd nyíl egyenesen futott előre Royal, tehát még igazából még irányváltásokra sem nagyon volt szüksége. Red Zone kapujában ezzel a Cowboys. Végül is pontosan 25 yard azért nem volt, mert egy yarddal hamarabb lement. Ez most magas. Zax Norbert irányába ment a labda. Elkaphatatlan volt. Igen, ugye azt említettük, hogy gyakorlatilag Ciroknak, hát úgy összességében azokkal a kósza snappekkel, amit még kapott az első pár fordulóban, egy olyan nagyjából másfél mérkőzése van, ehhez képest a passzolt yardok tekintetében már igen csak jól áll. 348 passzolt yardja van, 3 TD és 1 interception a mérlege. És egyébként az az érdekesség, hogy a Cowboysnek van a legtöbb játékosa itt az idei HFL szezonban, akinek már van passz kísérlete. Megint egy rövid passz volt. Ugye négyen próbálkoztak meg, Cirok, Vári, igen. Fóra Camillo és Matthias Kanternek, ugye ráadásul passzolt TD-je is van. Bizonyám. És hármuknak egyébként a négyük közül sikerült is ugye egy teljesített, elkapott paszt elvégezni a csapattárs irányába. Sok jó játékos és sok jó sokoldalú játékos áll Karim rendelkezésére, ugye már csak a statisztikákból kiindulva is. Igen, ezt ugye megállapíthatjuk. Például ugye Kanterre kitérve az elkapása mellett, de azért ő például a bemelegítéseknél lehet nézni, egészen fantasztikusan passzol. Igen. Nagyon-nagyon szabályosan és szépen. Igen, én el tudom képzelni, hogy nem utoljára láttuk ugye passzolni ebben a szezonban akkor. Akár. Időkérés. Egy csapat. Első időkérés. A félidőből hátra lévő idő 5:15. Már tisztán hallhattuk most, hogy mi lesz a következő play. Ugye egy speed option jobbra. Ugye a futó Royak Ricsi és illetve Cirok Marci is ugyanabban az irányba fog elindulni, és Cirok majd olvassa a kijelölt embert, ez vélhetően majd az end lesz, és attól függ, hogy kire lép föl, vagy megtartja a labdát, vagy átlöpöli majd Royaknak. Ugye gyakorlatilag ugye még első és tizet kell teljesíteni a Cowboysnek, de mondhatni, hogy akár egy fél yardra van már az a 10 yard, amit még meg kéne tenni az endzone-tól, tehát gyakorlatilag a touchdownra megy a Cowboys ebben a 3 vagy akár 4 próbálkozásban. Cirok futott most ezúttal. Igen, megtartotta, bár én mintha úgy láttam volna, hogy jobb döntés lett volna, hogyha át pöccinti Royaknak, mert azért elég közel volt hozzá a teköl. Na de hát mindegy. Második kísérlet következik. És még 8 yardot kell megtennie. Nagyjából 9-et. Megint egy zászló, megint beugrás. Megint egy offside. Ingyen játék a Cowboysnek ezzel.
Hát sokra nem jutottak, de hát nyilván majd... mennek közelebb az endzonehoz. Újra nekifuthatnak, hogyha valóban offside lesz. Offside, defense 96, távolságot felezzük, második kísérlet. És hogyha jól gondolom, akkor Tanács Pál második beugrásáról beszélünk ezzel. Igen, picit egyelőre ezzel. Túl sok yardot adnak, amellett, hogy igen, rengeteget vannak fenn. Nyilván lehet ez a fáradtság is. Igen, már a koncentráció hiányát fent is jelentheti, igen. És tehát a fizikai fáradtság ugye azért a mentális koncentráció rovására is mehet természetesen. 30 pontot kapott a Fehérvár Entronerstől ez a Gorillas defense. És mellette 24-et csinált, tehát igen, nagyon izgalmas. Az volt ugye a legtöbb. Igen. Még a fontos Cirók, közben Cirók megtalálja az üres embert. Touchdown! És Boros László! Sárga zászló is közben hát egyébként a pályán. Túlzott ünneplésért valószínűleg, hogy a földhöz spájkolta a labdát. Igen, tulajdonképpen. Ezt azért a sporik túlzott ünneplésnek találják. Na? A játék után halott labda szabálytalanság. Asports Malay Conduct. Offense 86. A vétlen csapat a büntetést a kirúgásra kéri. A játék eredménye touchdown. Olyan szigorúak ezek a sporik. Ugye azért nyilván Boros megünnepelte a touchdownját, hiszen ebben a szezonban még sérülés miatt nem tudott játszani. Így igaz, valószínűleg azért az öröm kettős volt, és hát ezt azért a pillanat hevében nem feltétlenül tudta magában tartani. És neki is van most már elkapott touchdownja a szezonban. Fúra pedig elvégezheti az extra pontot, ami jó. Úgyhogy 28-0-ra vezet tehát már egy fél idő játék után, sőt, még nem is teljes egy fél idő játék után a Budapest Cowboys. Igen, Cirók Marci kimozog, Roják föllép, nagyon szép cut blokkal. Ugye tolódik, igen, tolódik vele együtt az egész defense, azt jól csinálják, csak hát ugye Boros Lacit ott hagyták őrizetlenül. Igen, egy picit kell csak visszanéznie. És ugye Ogullana, igen, Ogullana is ugye vissza kellett, hogy lépjen, de hát nem. Nem érhetett oda. Szóval ugye eddig a Sharks 3, a Wolves 20, az Entroners 30, és az Eagles 14 pontot csinált a Gorillas védelme ellen egy mérkőzésen belül. Hogyha még két pontnál többet szerez a Cowboys, amire azért van esély, mert hogy bőven van még idő, akkor... hát sanszos. Ugye akkor a leginkább eredményes jó csapat kikov lesz a Cowboys, a Gorillas ellen. Na, ebből viszont most nagyon egy szép megiramodás! Nagy Kevin még vele kapaszkodik, hát a visszahordóba. Igazából ő mentette meg a játékot, mert talán, hogyha Nagy Kevinen is túlmegy Rácz Balázs, akkor már nem állít, nem lett volna ott más. Igen, nem volt egy hosszú, jó ívű kikov volt, de nem volt egy hosszú. Gyönyörűen szépen megnyílik az a utat, folyosó. Igen. Ugye Nagy Kevinnek azért megvan a segítsége. Nézzük csak, ez egy nagyon jó kameraállás lesz most. Egy nagyon jó nézet. Gyakorlatilag érintetlenül vitte. Tulajdonképpen igen. Nagyon szép volt ma. Igen, és hogyha az offense-nek nem megy, akkor ugye a special team, illetve vagy más csapatrészeknek a megvillanása az, ami kis reményt adhat. A Gorilláznak, vagy a Gorilláz részére. És ez most egy igen rövid pálya, amit haladni kellene. Hegedűs kapja a futókísérlet elsőre, hát nagyjából na, még mennyit még nincsen visz? Sípszó, igen. Majdnem first down lesz belőle. Ugye nem állt meg ez az úgynevezett forward progress, az előre haladás. Nem, igen, igen, nagyon jól látták a sporik, így engedték tovább a játékot. Nézzük még egyszer. Igen, ott volt egy húzás.
és Szabó bekapcsolódik, igen. McCulloch, és tolják szépen. Bizony, nagyon jól csinálták. Hegedűs húzó, pedig utazott. A húzó falember mögött. Hát igen, már Hegedűs már sok mindent tehetett. Több oldalról is taszigálták őt a Cowbells játékosai, de ezt nagyon ügyesen felfedezték a Gorillaz falemberek, és tényleg igazi csapatmunka volt ez most. Krasznai. Egy pump fake. Másodszorra próbál meg belállni, és majdnem egy egykezes. Ez izgi lett volna. Bizony. Ez izgi lett volna. És nem is volt messze azért. Nem. De ez egész jól oda lett dobva. Nyilván ugye egy kézzel nagyon nehéz lett volna elkapni, de például ez a védőjátékos számára elkaphatatlan volt. Ilyen módon ugye ez egy fejlődés, igen, hogy legalább ugye interception veszély nem volt benne. A Kovács Lihád jól csinálta, hogy ott a hón, hogy ott az elkapó hóna alatt még ott kalimpált, hogy próbálva így látatlanba is így kiütni a labdát, de hát akkor már erre sem volt szükség, de minden esetre a próbálkozás az jó volt. Időkérés? Időkérés. Hazai csapat. Első csapat időkérés. A fél időből hátra lévő idő. 2:49. Na hát még igazából. Akkor belül, csak belül. Mindenhogy ezt mondjuk meg, igen. Gorillaz merre? Balra, ott nem áll, fél úrban nem áll a falember. Hogyan tovább? Balra? Most a falból áll a poppeti eddig itt az mellette, nekem. Jó, de most elfutjuk a remény oda a felé. Nekem hedefon áll az emberem. Mindig, merülve vagy az éva? De vesz a baj, kifele tovább. Hogyan fognak jönni, ne legyen kérdés. Hát ha nagyon fönn vannak, akkor merülve. Ha nem, jó, vagy befelé blokkolnak, és akkor a tevet fel az endet, ha befelé blokkolnak. Ha föl van, egész fönn van a linebacker, akkor egy merüléssel megyünk. Ha egész fönt van, akkor nem merülése. Ha hátul van a linebacker, jutkozás és temész a jutás. Bal. De ma hívd be, mert a BJ nem tudja. 14. Gyere, mondd be. Gyere, valaki, gyere. Na hát hallhattuk Vinitől, hogy alapvetően egy futóplayt fognak hívni. Ugye az eddigi ebből kiindulva azért ezek mostanában működtek ugye Hegedűs Danival, és hát ugye azt is hallhattuk emellett, hogy azért nagyban függ magának attól függetlenül, hogy behívnak egy playt, a kivitelezés nagyban függ attól, hogy a védelem hogyan áll föl, és ezt hogyan tudják lereagálni. És megvan a first down, ennyi kellett csak. Ennyi bizony, Hegedűs kapta a labdát, és egy yard kellett, ezt hozta. Ez most sikerült összebrusztolni, nagyjából másfél. Igen, jó play-t hívott Willi. Nézzük meg még egyszer. Ott volt egyébként Bakrati Dánielnek a blokkja. Igen, Törzsök mondjuk az üresen maradt. De nem sikerült megblokkolni, és igazából jó ütemben ugrott el, de aztán nem sikerült Hegedűs Danit elkapnia, és igazából ennek volt köszönhető talán, hogy végül meglett a third down. De így folytathatja a támadását a Gorillaz. Krasznai. Hátra lép, ki kell mozogjon. Van, és ez itt, igen, itt már nem volt érdemes nagyon küszködni. Többen is odaértek ilyenkor, már inkább le kell menni a földre, nehogy még aztán véletlenül menet közben a labdát is kiverjék a kezéből, és akkor... Hát ez jó 8 yardos. Hát igen. Inkább 7, de... Pánfi ott van. Pappeti, Magyar Ádám. Hát most azért beborították a zsebet. Azt kell mondjam. Ez ráadásul ugye megint egy olyan helyzet, hogy az egy olyan kényelmes field goal. Ebből már nem hát lehet például. Igen, ez már nem kényelmes abszolút. Most le is hozták Krasznait, mint ismét egy wildcat. Megtartja a Herbro. Gullanát blokkolna neki, de nagyon elő van. Még talál egy kis helyet. Lelassítják eléggé. Hát egy pár yardot tudott ezzel hozni másodikra. Ebben több is lehetett volna. Nézzük meg még egyszer, ott egy Cowbells védő üresen maradt, és az előreugrásával azért valóban lerassított a Helgrót. Ugye gyakorlatilag Ogullana előre szaladt, de... Horváth Gergely, Gege. Ogullana és Helgró közé már befért egy Cowbells játékos, aki le tudta lassítani. Igen, Nagy Kevin is lejön Rácz Balázsról, ugye lezárja a szélét. Golita is ott van.
Jó volt az elképzelés, de a Cowbells azért elég jól védekezett. Azt kell mondanom. Igen, és itt Kovács Bálint kollégánk itt mellettünk ülve azért tök jogosan értetetlenkedik, hogy vajon miért nem kéri még ki az idejét a Cowbells, pedig még kettő is, akarom mondani a Dunaújváros, pedig még kettő is van nekik. És ugye ezzel, hogy ugye leviszik ugye a pályán belül a labdahordót, ugye megy folyamatosan az óra. Hát lehet, hogy talán ebben, egy end around. Ebben ők sem bíztak teljesen, hogy egy ilyen hosszú szituációt meg tudnak oldani, és valószínűleg ugye majd akkor kérik ki, amikor a field goalt el kell végezni, és akkor az utolsó pontokat, pontszerző akciót a Gorillaz vezetheti. Igen, így az időkérés, és akkor majd a field goal lesz az utolsó momentum. Időkérés. Hazai csapat. Második csapat időkérés. A hátra lévő idő. 2 mások. Hát csak így, hogy most Zsidai Attila is mondta, ugye ez csak a második időkérésük volt, most benne hagytak egyet. Kihasználatlanul, hát de... Nem tudom, valahogy szerintem ők úgy okoskodtak, hogy ugye semmiképpen ne legyen már a Kábelsznek ideje, se visszahordásra, ugye Takács Bence abból is veszélyes lehet, se semmire, inkább ugye egy hosszú szituációban nem volt meg az elképzelés elsősorban, hogy abból first down lehet. Az is lehet. Úgy tűnt. Na minden esetre nézzük, hogy most sikerül-e berúgniuk a field goalt, és legalább akkor a fél idő előtt ők is feliratkozhatnak ezzel a táblára. 37 yardos field goal. Azért ez egy könnyebb helyzet, mint az első Beretkának, de most valószínűleg Karim is fagyasztja időkérés. A rúgót. Vendégcsapat. Második csapat időkérés. A fél időből hátra lévő idő. 2 másodperc. Hát ilyenkor ugye a rúgónak ezzel meg kell küzdenie. A Cowboys pedig ingyen pontot nem akar kapni. Teljesen jogosan. Hát persze, miért is akarjanak. Úgyhogy ez pedig egy bevett szokás ugye az amerikai futballban. Kicsit gondolkodjon még el a rúgó, az elsőt ráadásul kihagyta. Ez sem egy akkora zicser egyébként, de mondjuk nyilván azért könnyebb. Hát ez egy 10 yarddal van közelebb, hogyha... Igen, nagyjából. Igen. Hogyha jól látom innen. Igen, itt igazából tényleg csak a pontosság gond kell javítani, ugye megállapítottuk az előbb is, hogy a rugás erősségével nem volt gond, tehát még akár be is mehetett volna az előző. Na, de lássuk. Mindenki föláll szépen. Hát, akárki is kérte most ki ezt. Időkérés. Vendégcsapat. Harmadik, utolsó csapat időkérés. Hátralévő idő. 2 másodperc. Mondjuk azt, hogy a szeme se áll jól. Ugye az NFL-hez képest annyi a változás, hogy lehet kétszer ugyanannak a csapatnak egymás után időt kérni. Volt már ilyen az egyik mérkőzésünkön valóban. Hát most igazából a Cowboys akarom mondani, a Gorillaz megköszönheti a Cowboysnek ezt, mert borzalmasan magas volt a snap. Igen. Ugyanakkor nyilván ugye a Cowboysnek nem ez volt a gondolat, hanem még tovább gondolkodjon. Ja, hogy ne, persze, igen. Hát az most az ő részük, hogy picit máshogy sült el, vagy... Nagy kópék! Furfangos egy furkó ez a Karim. Na, nézzük most már. Most már el kell rúgni. Beretka. Jó a snap. Jó a snap, és jónak tűnik a rúgás is. Na. A játékvezetők is emelik a karjukat. Jó, 3 pont akkor. A Gorillaznak. Azért még az első fél időnek. Szép emlékkel tudnak így elmenni fél időre. Hát persze azért ez sokkal, sokkal jobb szájízt adhat nekik azért, hogy tényleg legalább egy field goalnyi pontot föl tudtak írni maguk a saját nevük mellé. Ugye 4 touchdown szerzett a Budapest Cowboys, 3-at Takács Bence, 1-et Boros László, és erre így akkor válaszul tudott egy field goalt szerezni a második kísérletből a Dunaújváros Gorillaz, úgyhogy egy 0-14-es és egy 3-14-es negyeddel mehetünk el fél időre. Grácz Vilmos pedig ott van Cseleng Ádám mellett. Igen, köszönöm szépen, Andris, itt van mellettem, Grácz Vili. Hát 3 pont, legalább ennyi megvan.
Mit fogsz mondani a srácoknak itt a fél időben? Nagyon nehéz dolgunk van, nagyon jól játszik a Kávesz, mi meg nagyon-nagyon szerencsétlenül játszunk. Azt hiszem most a labda mindkét oldalán is szerencsétlenül játszunk. Nagyjából sajnos erre számítottunk, de megpróbáljuk a második fél időre legalább a közönséget valamennyire kiszolgálni, amennyire ez lehetséges. Azért itt néhány időkérés a végén megmentette, hogy ez a három pont meglegyen. Izgultál? Én nem, de ezek szerint mindenki más igen. Én nagyon reméltem, hogy 20 yardról be tudunk rúgni egy field goalt, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy most rúgtunk field goalt, vagy nem, jó, hogy van három pont, de nem azt nem szoroz, nagyon sok pontot kéne vinnünk. Az, hogy azért több meg nem értés is volt. Volt egy labda, amit Rácz Balázsnak ment, elkaphatta volna, de mégis lehúzták előle. Probléma, nyilván erről majd hosszasan lehet beszélgetni, és nem mostan az ideje, de hát az edzéseink nem működnek tökéletesen jelen pillanatban, úgyhogy azért van problémánk, de semmi baj, nem akarok magyarázkodni, illetve baj van, de magyarázkodni viszont nem akarok, megpróbálunk jobban játszani. Köszönöm szépen, el is engedlek. Andris, tiétek a szó még az elemzésre. Hát ugye gyakorlatilag az a 28-3, ez egy olyan állás, amire azért jelen állás szerint nem nagyon lehet azt mondani, hogy ne dőlt volna el a mérkőzés. Te mit gondolsz erről? Hát a mérkőzés eddigi képe alapján, illetve pontosabban a Gorilláz eddigi mutatott játéka alapján azért nehéz lenne azt mondani, hogy ebből még lehetnek izgalmak, de hát természetesen én azért bízom benne, hogy a Gorilláz kicsit életre tud majd kelni, mind offense, mind defense oldal, mert most valóban azért a defense sem hozta azt a tőlük megszokott jó teljesít, mint amit eddig. 28-3-ra vezette át a címvédő, nem sokára jön a második félidő. És már vissza is értünk ide Dunaújvárosba, ahol hamarosan elkezdődik a második félidő. Itt van mellettem Karim Trabelsi. Elégedett vagy a srácokkal? Igen. Elég jó volt az első félidő, szerintem most már ez egy jó kérdés, hogy már tovább is él. Srácok itt fognak teljesíteni. A végét izgalmassá tetted, kértél még egy időt, így jött ez a field goal. Hallottam a tévében, hogy az NFL ez is csinálják. Mondom, hát megpróbálom én is, de ez egyik túl sok volt szerintem. Szóval itt jönnek az állatok. Próbálkoztunk, gondoltam. De a második jó. Látom, hogy rossz volt a snap, de nem kellett kérni. De így jártam. A hangulatra soha nem lehet nálatok panasz, azért az eredmény is adja a túloldalnak is, pad nem ennyire vidám. Hát ez a baj nálunk, hogy igen, mindig jó a hangulat, de ez a baj, hogy amikor komolyan kell venni a dolgok, nem veszik komolyan. Most ezt próbáljuk őket tartani, hogy ma fejbe is, hogy 100%. Most a Gorilláz ellen hál' Istennek bejön, de mely más csoport ellen nem biztos, hogy bejön ez a jó pofizás, és hogy fél humorosan veszük fel az egész ellenfelünk, ez nem így működik. De itt most egyelőre, hál' Istennek, hogy a pályán szélen és a pályában teljesítenek 100%, és komolyan veszik az ellenfél, szóval ez látszik is. Kicsit hiányoltam ugye a futást, aztán Royal Kricsi jött. Hát a Ricsi, ez is egy hosszú szerelem történet, nem járt edzés két héten, de mégis kapta a labda. A Csepi nem tudott jönni, szóval próbáljuk visszaalapítani a futás playünket. Most a Troy kiegészítése van, egy állandó fegyelem a falember és a D-line, és ez látszik is, hogy már fizetős. Köszönöm szépen! Hamarosan kezdődik a második félidő. Andris, nézzük az első félidő statisztikáit. Lesz-e Krasznai Balázs a HFL Tom Brady-e, és 3-28-ról tud-e még valamit csinálni? Hát, hogyha tippelni kéne, akkor azért kevésbé valószínű ez, mint ugye a tavalyi ominózus Patriots Falcons mérkőzése. Megnézhetjük az első félidőnek az összefoglalóját, és az első touchdown történetét is láthatjuk. Takács Bence első elkapott társdálnya a mérkőzésem. Farkas Mátét veri meg, és aztán utána egy elég nehéz elkapást visz végig szépen. Jó volt utána az extra pont, úgyhogy ezzel vezetett 7-0-ra a Cowboys. Aztán utána egy visszahordás, szintén Takács Bence kezébe pattog a labda,
megkapja mindenhonnan a blokkokat, megtalálja a folyosót, az ösvényt az oldalvonal mentén, és onnantól kezdve, miután már Tanács Pál sem tudja szerelni, megcsinálja a második touchdown. Tehát egy visszahordott 6 pontos Takács Bencének, ez volt tehát a második TD-je a Cowboysnek, és ebből lehetett látni, hogy Takács Bence kiváló formája folytatódik ebben a szezonban. Jó volt megint az extra pont Fóra Camillótól, 14-0-ra vezetett a Cowboys, és itt még nem volt vége a Gorillaz szenvedésének, hiszen Cirók Takácshoz küldi a labdát, és ezzel már is megvan Takács Bence mester hármasa, csak úgy, ahogy az előző mérkőzésen Zaksz Norbertnek volt 3 TD-je, ezúttal Takácsnak, aki így ezzel egyébként 5 touchdownnál jár már a szezonban a legeredményesebb Cowboys játékos. Jó volt az extra pont, 21-0, aztán utána Cirók, és megtalálja teljesen üresen álló Boros Lászlót, aki úgy ünnepli a touchdownját, ahogy kedvence Gronk az NFL-ből, és ezzel ő is a visszatérését emlékezetessé teszi. A Cowboys pedig már a negyedik touchdownját szerezte meg ekkor a mérkőzésen, és ugye nagyon simán vezetett a Gorillaz ellen. Jó volt az extra pont, úgyhogy 28-0-ra, és a Gorillaz pedig a végén Beretka jó voltából bevágott egy 37 yardos mezőnygolt több időkérés után. Végül azért legalább a Gorillaz nem nullával mehetett el fél időre. Statisztikák: Krasznai Balázsnak egy 72-es irányító mutató, 68 yardot passzolt, nem adta el a labdát, ez fontos, és a kedvenc célpontja egyelőre Bakrati Dániel. A Cowboysnél nagyon szép számok, 112 yard Cirókknál, egy 128-as passer rating, 3 passzolt touchdownnal, és Takács pedig 2 elkapott és 1 visszahordott touchdownnal. Megint úgy néz ki, hogy egy kimagasló mérkőzést szállít nekünk a Digisport képernyőjére. Ez volt tehát az első félidő, most pedig akkor jövünk a másodikkal, ami tehát ugye 3-28-ról folytatódik, és az ominózus állás. Koleszár Dáviddal pedig nézzük tovább a mérkőzést, mennyire tudja ezt legalább ennyire szorosan tartani, vagy egy ilyen különbségen tartani a Gorilla szerinted? Hát nagyon fel kell javulniuk, ugye azt már fél idő vége előtt is mondtam, hogy mind offense, mind defense szempontból, mert most ez a defense sem hozza tőle megszokott jobb teljesítményt, tehát azért Williéknek nagyon nagy fejmosást kellett, vagy legalább hatékony eligazítást kellett tartaniuk a fél időben a srácoknak, hogy tényleg ez a javulás meglehessen. Bár megmondom őszintén, hogy én nem teljesen bízom abban, hogy kiugrásszerű javulást fognak tudni produkálni, de hát bízunk a legjobbakban. És hát akkor nem menjünk el szó nélkül amellett, hogy a másik oldala összejöhet ennek, tehát egy mercy rule lehet-e a meccsen? Hát azért megmondom őszintén, arra sokkal nagyobb esélyt látok. Ugye itt még a félidei Karim Traversi féle interjúban egy név feltűnt, Troy, nem Rice, hanem Baker, a Győr Sharks egykori vezetőedzője, aki a valóban Budapest Cowboys edzői csapatát erősíti. Ugye Larry Lego még februárban készült együtt a Cowboys-szel, Tony Addona szintén ugye a Cowboys edzői stábjának tagja volt, két nagynevű, nemzetközileg is nagynevű edzőről van szó. Troy Bakert pedig láthattuk, hogy ugye felkészültségben, képzelésekben azért nem hozott, valószínűleg nem hozott rosszat Magyarországra, és a Győr Sharks elküldte, ettől függetlenül azért a Cowboys megtalálta őt. Igen, azért Troy Baker egy remek pozíciós edző, tehát ugye a Győrben a vezető... Ezben szabad ne fele Cirók, és... És az megvan. Az megvan! Úgy néz ki, hogy megint Kanter húzta be. Szépen beleállt Cirók. Megint egy fly. Erkik is verte meg. Részéről. Gyakorlatilag sok egyes egyedül. Mindenféle megerőltetés nélkül húzta le ezt a paszt, és futotta meg már eleve a ráutját. És csak egyes egyedül Kanter kaphatta el ezt a labdát. Igen.
Hát ilyenkor a magasságbeli különbségek a védő és az elkapó részéről mindig kiéleződnek. És hát már is red zone-ban a Cowboys ismét. Nagyon úgy speed fest, option, megtartja Cirok, és... lassítani, nem is érnek hozzá. Cirok Márton futottás Dániával növeli az előnyét a Budapest Cowboys. Hát ott folytatják, ahol nem is olyan rég abba hagyták. Óriási út nyílt meg egyébként, itt ugye az elkapók helyezkedését láthatjuk. Senki hozzá sem ér, sőt, gyakorlatilag a képernyőn nem nagyon volt Gorillaz játékos. Igen, érdekes. Hát ugye az elkapók elmentek, ugye elvitték magukkal a védőiket, bár ugye annak, amit a kamera mutatott, annak az ellenkező oldalára ment végül is a speed option. Ugye a playside linebackert kiterelték. Mondjuk azt sajnos nem láttam, hogy a másik belső linebacker hol volt, mert ő még akár fölléphetett volna. De hát tény, hogy közel és távol nem volt senki, és Cirók Marci nagyon könnyedén be tudott szaladni ezzel. Fora Camillo pedig bevágta az extra pontot. Hergro elment blitzre, igen. Azért nem volt ott már senki. 35-3-ra módosítja az állást a Cowboys. Itt még ugye az is egy lehetséges dolog volt, hogy Cirók oda dobja a rajáknak a labdát, és esetleg ő fut. Cirók előtt akkora terület nyílt, hogy ezt nem lehetett elengedni. Kiszúrta szinte. Hát igen. Úgyhogy Cirók a harmadik touchdownját szerzi, futva vagy elkapva. Ugye most már nem csak azt kell számolni vele kapcsolatban, hogy vagy fut vagy elkap, hanem ugye mennyit passzol, abban is kiválóan teljesít ezen a mérkőzésen. És ugye ez most már egy olyan állás, ami akár azt sem zárja ki, hogy Vári visszaálljon valamennyi időre és irányítsa a Cowboys-t. Benne lehet az is akár a pakliban, még azért nem tartom valószínűleg, hogy itt a harmadik negyed elején ez bekövetkezhet, de hogyha teszem azt már nyilván a Mercy Rule-ig mondjuk eljutna a Cowboys, akkor lehet, hogy leülteti Karim Cirókot, és nem kockáztat meg egy esetleges sérülést. Ugye ez 35 pontos különbségnek kell lennie, most 32-es. Úgyhogy gyakorlatilag, hogyha itt a Gorillaz most nem csinál pontot, és a Cowboys egy pontszerző akciót fejez be a legközelebbi alkalommal, akkor életbe léphet a futóóra. Hármas számmal ismét Farkas Máté hordta vissza a kickoffot. Szépen előre lépett ugye az ölébe, fogadta a labdát, ahogy azt ilyenkor ugye egy kickoff return alkalmával kell, és tanítják is. És Kocsis, aki eddig még csak a speciális egységben kapott szerepet. Ugye ő is egy elkapóként is bevethető játékos, tehát lehet még további variáció a Cowboys-ben. Egyelőre most nincsen rá szükségük, egész egyszerűen. Jöhet tehát a Gorillaz. Ezúttal Krasznai Balázs is bent van a pályán. És ebből most passzjáték lesz. És majdnem egy... Németh Marci. Németh Marci majdnem egy interception szerzett. A feltett kérdés együtt. Ugye, hogy ad-e paszt Krasznai Balázs Németh Marcinak, amit igen. Ugye Cselleng Ádám kollégánk mind a két edzőnek megeresztett, és ugye a közösségi médiában is elhangzott. Ugye egykori csapattársak. Hát nem volt messze. Hát ha ez nem megy át a kezei között és megtartja, akkor ez bizony egy nagyon könnyű pick-six lett volna. Egyelőre nincsen még védő társdánya a Cowboysnek. Németh Marcinak csak az előző szezonban már 3 volt, úgyhogy ennyiben még egyelőre screen. Nincs meg az első 6 pontos. Bakrati Dániel közben. Ebből szép first down tudtak most hozni. Így van. Bakrati nem villan meg sokszor, közben de azért... Vári Tamás a kispadon. Békésen üldögél. Igen, egyelőre nem villan meg sokszor, de azért úgy néz ki, hogy Krasznaival valamiféle kapcsolat azért úgy megvan ezen a mérkőzésen. Ugye a legjobban használtott közben a Spori is. Igen, Spori szépen úgy kihátrált. Nagyon óvatosan hátrébb lépett egyet. Igen, pont ezt akartam, vagy pont ezzel szerettem volna folytatni, hogy nem villan meg sokszor Bakrati, de olyankor azért szép léjeket hoz, és életben tartja az offenzének az előre haladását. Futójáték az sehova, nem ment most Hegedűstől. Egyelőre azért igencsak harapós a Cowboysnek
a védőfala. Horváth Gergely föllép, ott van Törzsök is, utána egy rövid pillanattal Seres hátulról érkezett. Úgyhogy... Bánfinak van 2,5 olyan szerelése, amivel negatív yardon állította meg az első fél időben a Gorillázt, úgyhogy őnek is védő oldalról igen csak szép meccse van. Igen, és attól függetlenül mondjuk, hogy most például Bánfi nem ér oda, de nagyon nagy szerepe van az, a falembereknek az ilyen playeknél abban, hogy ugye az offenszt ugye fel tudják tartóztatni a line of scrimmage-en, és ezáltal engedjék, hogy közben a saját... Krasznai és interception! Nagy Kevin kezében, már egyébként Németh Marci is nézte, Nagy Kevin meddig viszi vissza, az a kérdés. Még mindig talpon. Még hogyha ki tud menni oldalra, és még mindig, akkor még szerezhet nagyon... yardokat! Elvitte nagyjából az ellenfél 40-eséig. Hát nagyon sok misztekölt rázott le magáról. Az első interceptionje Krasznai Alásnak a meccsen. Alul dobja az elkapóját. Szanyit és Nagy Kevin pedig keresi a blokkokat. Itt megpróbál előre menni, aztán inkább oldalra is. Leráz egy jó pár kezet. Krasznai is megpróbálta. És végül is kiterelik. Nagy Kevin interception szerez. Igen, rövid volt a rövid passz. Ott volt Németh Marci is a biztonság kedvéért. Nagy Kevin jól védekezett. És a fiatal defensív bekek közül, tehát Nagy Kevin villan. Pump fake közben. Elindítja Szirók. És most már bent van egyébként Kocsis is az offenszben. Ez most hosszú volt. És ugye ezzel, ahogy már az imént vizionáltuk, hogyha itt pontot szerez, akár field goal formájában a Cowboys, akkor összejöhet a végéig futóra, vagyis tehát a mercy rule. És itt van Troy Baker. Mármint ugye a Cowboys edzői stábjának tagja. Igen, nem maradt sokáig munkanélkül, úgymond. Cowboys majd, hogy nem egyből lecsapott rá, miután híre ment, hogy a Sharksnál nem számítanak rá a továbbiakban. Azt hiszem egyébként, hogy nem bánhatjuk, mert hogy összességében ugye nyilván a szakmai részéről mi annyira nem tudunk nyilatkozni, de látszólag azért ott is hozott pluszt, és emberileg is abszolút egy szimpatikus edzőről van szó, úgyhogy nem bánjuk, hogy a HFL közelében maradt, sőt, hát a ligában. Hát mondjuk, hogyha már csak abból indulunk ki, hogy az elmúlt még a Cowboysnek az Androners elleni mérkőzés követően mennyivel feljavult a futás elleni védekezés elsősorban ugye a defense fal szempontjából, akkor ez lehet, hogy már az ő munkásságát dicséri. Bizony, ez könnyen lehet, miközben Cirókot gyötörték meg. 69-esen Lauber maradt lent egy picit. Aztán nehézkesebben állt föl, de azért... Ugye ez egy nehéz helyzet, azért ilyenkor azért lehet félni Cowboys részről, hogy már több játékos azért ebből az offense falból már ne essen ki. Igen. Elkaphatatlan volt a labda, Szabolcskának ment leginkább. És ott lehetett aztán, ahogy Lauberre esett mindenki rá. Igen. Cirók is. Tanácspál volt ott, hát most nem sikerült teljes mértékben megtartani a zsebet. Úgyhogy nem lett pontszerzés ebből Cowboys részről. Punt. Jó pár olyan drive volt, amikor a Cowboys egymás után vezette az olyan támadó sorozatokat, aminek touchdown lett a vége. Ezúttal ez most nem jött össze. Mint ahogy igen, egyébként ez a visszahordás se nagyon. Hát ez egy jó punt volt, azt kell mondani. Nem volt hosszú, de ugye pont 10 yardon belülre érkezett a labda. A coverage csapat hamar odaért, és 1-2 yard után le is tudták vinni rázbást. Igen, ugye a Cowboys részéről talán az első negyed, vagy az első drive-ot, vagy az első két drive-ot követően igen, nem is láttunk puntot. Igen. Úgyhogy ez most mondhatni, hogy meg kicsit meglepő volt, de hát ez hátha egy kis életet lehel a Gorillaz offense-be, vagy úgy az egész csapatba? Hát nem könnyű a kiinduló pontjuk. Én a végletekig bízok. Igen, az ugye nem mutat jól meg mi
azzal a szemmel nézve, hogy minél jobb mérkőzés legyen, és elfogulatlanul abban bízhatunk, hogy ugye ne legyen nagyon-nagyon sima. 5 yard, első kísérlet. Miközben ugye lejárt az idő, és nem indították el a játékot, szóval hogy ne legyen mercy rule-os meccs, mert hogy azért volt egy jó pár ilyen a 2018-as szezonban. Igen. És ezzel a delay-jel most ráadásul még hátrébb szorultak. Nyilván a saját 10 yardosokon belülre a Gorilláz. Nem igazán sikerül segíteniük magukon ezzel. Na nézzük, mit sikerül. Krasznai. Pumpfake megtartja. Nem tudott passzolni. Hát nem jutott sokáig. Sőt, hát annyira nem jutott sokáig, hogy ez végül egy szeknek írandó be. Ki csinálta meg a szeket, láttad? Nem. Bár ugye elvileg mínusz 5 yardról indultak, tehát az én hibám így... Hát, ez végül is nem lett szek. Nem, mert ugye a line of scrimmage-et átlépte. Így van, tehát ez egy 4 yardos. Megindult. Krasznaiék le. És akkor jöhet tehát Wildcat. Megint az az ominózus macska. Az a vadmacska? Az. Eddig nem nagyon működik ez sem a kábel ellen. Ugye tripsz a bal oldalon, vagy igen, átmozgatták az egyik ember. Hergro megtartotta belül, és fumble, hűha. Igen, úgy néz ki, ezt mutatja a Cowbells. És nagyon maga biztosan mutatják, hogy meg is szerezték. Na lássuk, hogy a játékvezetők, akik megérkeztek, merre mutatnak majd. És Zsidai a Cowbells éj a labda. Hűha. Egy labda ez vesztés. Már. Ajajaj. Hergro kezéből ütötték ki. Igen. Jaj, hát... Kovács az, aki odaér. Igen, nagyon szépen, ugye egyik kézzel. És aztán utána azt nézem, hogy ki az, aki ráhemperedik. Golita lesz talán. Uh-huh. És akkor így gyakorlatilag a vörös zónában már is hát ugye, a Cowbells. Igen, hát André Bajnóval eltöltött edzésünk óta tudjuk, hogy azért a ball security-re hogyan is kell figyelni. Hát itt azért... Hergro kicsit lóbálta a kezében a labdát. Roják, egyelőre egy kicsit tanástalan, de aztán talál végül is egy rést. Igen. Átbújt egy-két hónaj alatt, és hozott belőle egy 5 yardot. Hát én nem tudom képzelni, mondjuk, hogyha ebből is TD-t csinálnak, akkor lehet, hogy Círók le fog menni most már. Igen, ez könnyen benne van a pakliban. Ismét belül, egyébként arra nem, vissza. A Cowbells a tavalyi szezonban éppen a Gorillaz elleni mérkőzésen rakta rendbe, úgy igazán nagyon látványosan a futójáték. Hát most is egy kicsit egyébként olyan dadogós a futójátéka eddig a szezonban, hiszen csak Roják Ricsi az, aki 100 futott yard fölött van. Ez talán meglepő, ugye Cseperkálónak van 2 futottás dánya, de ő nem ért el ilyen szintet. Várinak is egyébként 50 pluszos, 51 yardos a futó teljesítményet. Círóknak 50, úgyhogy nagyjából egyébként alig vannak 300 yard fölött futva. Az 5. fordulóban ez talán egy kicsit meglepő. Hát figyelj, igazából olyan biztos az a passzjátékuk. Így, igen, hát hogy persze. Nem kényszerülnek rá idézőjelben arra, hogy fussanak. Azért Roják Ricsi megfutja itt a kötelezőket, tehát... Közben Círók! És Círók megint ugyanaz! Touchdown! Mégpedig a második futott touchdownja! Círók Márton pedig ezzel a 6 pontossal biztossá teszi, hogy akkor ez a mérkőzés is mercy rule-ba torkollik és futóórába. Ugyanolyan speed optionnel szereznek még egy TD-t, mint az előbb is. Ugye látod, hogy 91-essel keresztes, ugye kilép Rojákra. Nem tudom, most hirtelen bocsánat, hogy ki volt ott a második Gorillaz védő, aki még ott volt hátul, azt hiszem linebackerben, ő is eléggé ellépett, hogy aztán kellő terület maradjon Círóknak, hogy föl tudjon lépni kvázi érintetlenül, úgyhogy ez megint csak egy jó helyzetfelismerés volt a részükről. Fóra pedig berúgja az extra pontot, úgyhogy
Hát a 3-28 az csak egyszer volt Budán kutyavásár. Elérte a 35 pontot a mérkőzés futóórával, a Mörszilós szerint haladt tovább. Úgyhogy 42-3 a Mörszilót, pedig hallhattuk a hivatalos bejelentést, úgyhogy innentől kezdve végig futóórával folytatódik a meccs. Hát nagyjából egy másfél negyednyi ideje lesz majd így a csapatoknak, és Vári pedig hát nagy valószínűséggel be fog állni, ugye úgy gyakorol már. Úgy fest, igen. És még egy dolgot látunk, hogy Krasznai Balázs pedig elindult a mentők irányába, Sántikával, úgyhogy irányítóját is veszti a Gorilláz. Hát reméljük, hogy azért nincsen nagy baj, már csak hogyha azt vesszük, hogy a saját lábán tudott oda menni hozzájuk, akkor reméljük, hogy csak egy apróbb sérülés történhetett. Kaubenski kikoff jön. És akkor nagy valószínűséggel majd Jeszenszky mutatkozik be. Szekszárd, Bad Bones. Szépen, hoppá, szépen Farkas Máté. Közben kiszabadul Farkas a visszahordással. Na, lesz valami? Nagy Kevint is megverheti. Ez is szép volt. Igen. Szépen kiszabadult Farkas Máté, és ezért megmutatja, hogy ugye ő sem veszélytelen. Nem bizony. Visszahordóként. Egy-két testsel erre, arra, Nagy Kevin utoléri, és nagyon tudatosan látható, hogy, egyik kézzel pontosan arra, a labdára ment. Nem sikerült kiütnie, de azért a tackle természetesen megvolt. Volt egy elcsúszása egyébként Kovács Richárdnak talán, amiatt is lehetett ebből egy ekkora kitörés. Ott támadta a labdát. Nagy Kevin, egyébként Németh Marci is megérkezett, tehát és valószínűleg ebből semmiképpen nem lehetett volna visszaordott TD. Na, akkor Ogullana. Azonnal elkapják, ez nem is negatív yardos. Nagyon jól felkészült ebből a Cowbells, azt kell mondanom. És pont a red zone határán voltak. Mi az első kísérlet előtt, de ezzel most egy yarddal hátrébb csúsztak ráadásul. Egy hair grow még szabadul a labdától. Nagyon szépen följött, de hát ott voltak a többiek is. Négyen legalább. És hát össze lett csomagolva a Ogunlana egy pillanat alatt. Második és 11. Field goal távolság egyébként, ez így. László. Na ez mi lesz? Illegal substitution, defense, 12 ember a pályán, 5 yard, második kísérlet. Ajaj. Kicsit túl topzódtak most a védelemben. Úgyhogy költözik előre a Gorillaz. Igen, valaki elfelejtett lejönni, lehet, hogy pont Gege, Horváth Gergely, aki leszalad gyorsan. Hát igen, 5 yard, ott nyer ezzel a Cowbells. A 20-ason belül tehát lesz-e TD-je a Gorilláznak, ugye ez most már talán a legnagyobb kérdése a mérkőzésnek. Rácz. Rácz Balázs. Ott még talán egy-két lépést tudott tenni előre. Nincs meg a first down, de már azért közel. Harmadik és 2 lesz ezzel. Igen, átjött motionben a gyenge oldalról. Ogullana fellépett blokkolni, de hát ott voltak többen is. Nem törzsek volt, 56-os a Fróna, aki végül az utolsó lökést adta meg Ogullanának, amivel aztán kikerült az oldalvonalon. Ogullana, most a Fróna megvan. Úgyhogy ennyivel bejjebb azért a Gorillaz. Közben egyébként Katona Dani szerkesztő kollégámtól kapom az információt, hogy Krasznai Balázs lábfejét vizsgálják, lábujját. Lehet, hogy ráléptek. Úgyhogy itt a sérülés. Hát ugye jelen állás szerint az szinte biztos, hogy Krasznainak bármilyen baja is van, vagy legyen. Erről tetni már nem feltétlenül ezen a mérkőzésen kell az ő pályán maradását, viszont egyelőre Jeszenszky még nem is tud bemutatkozni, mert Elgró megkapja, folyamatosan megtartja. Ugye ez a Wildcat formáció, amivel próbál haladni a Gorillaz.
Ergrót kiterelik. Teljesen le vannak zárva a szélek most Kábels részéről, úgyhogy nem igazán tudnak elslisszolni szélen a futások. Krasznainak volt egy futása, elképzelhető, hogy akkor lehetett valami, sőt, ugye azt mondta, hogy akkor érezte először a lábfejében a fájdalmat. Itt pedig akkor Hargro. Kovács nagyon szépen föllépett, hogy nem sikerült rajta a cut block. Érkeznek a szélről is a többiek, illetve láthattuk, hogy többek között Papp Péter, tehát a falak is utol tudják érni ezáltal a labdahordót. Ogullana, micsoda testcselek, de hát. A nagy testcsel, de hát megérkeztek. Így, törzsök. Így igaz. Eléggé keményen megmutatta, hogy ott aztán sem erre sem. Úgyhogy Ogullanát lekapcsolják. Hát küzdködhet a Gorillaz a touchdownért. De ez már valószínűleg ugye az utolsó negyedre fog maradni, remekül megint ott vannak, és nagyon, rendre igen, többen. Nagyon sokan. Úgyhogy így borzasztó nehéz, mint Hargro, mint pedig Ogullana helyzete ilyenkor. Remekül javította a Cowbells a hibáját, amiről beszéltünk, hogy a futás elleni védekezésük azért nem volt az igazi. Én már következetesen már 2-3 mérkőzés óta, de ahogy látjuk, ezt most valóban nagyon szépen kijavították, és tulajdonképpen egy-egy megmozduláson kívül sem erre sem lehetett futni. Mind a három negyedben eddig 14 Cowbells pont, nem sokára következik az utolsó 12 perc. A Gorillaz a Cowbells 10 yardosáról kezdheti meg az akcióját. Harmadik kísérlet jön tehát, azért, hogy egy második drive-ot zárjon le pontokkal, akár megszerezze az első touchdown-t is a mérkőzésen. Jeszenszky első passz kísérlete, és ugyan sikeres, de ezzel közelebb nem jut a Gorillaz. Bakrati Dánielt kereste megint csak. Ugye a Szekszárdal való összefonódás miatt gyakorlatilag ugye a Gorillaz második csapata, a Wet Bones, ott Jeszenszky ügyeskedik. Egyelőre még a HFL-ben túl sok lehetőséget nem kapott. De most holderként is szerepel. Igen, valóban. Még ezt is beilleszteti a CV-jébe. Na meg Beretka, field goal. És ez jó, úgyhogy 6-42. Közben egyébként, hogyha már itt ugye egy eldölt mérkőzésről beszélhetünk, a felvezetésben volt már szó róla, hogy a Budapest Wolves biztosította helyét a playoffban, egy egészen parádés mérkőzésen verte meg az szintén kiváló erőt mutató Nyíregyháza Tigers-t 32-26-ra. Ugye azért azt kell mondanom, hogy a HFL-t néző, követő, szerető nézők elnézését kérjük. A HFL-t közvetítő stáb rendben állt, készen állt volna. Sajnos ezt tegnap nem tudtuk megmutatni. Ugyanakkor egy nagyon jó mérkőzés volt, és hát reméljük, hogy lesz majd még egy jó pár ilyen. Lehet egyébként az első négy csapatot szemlélve, és lesz azért még pár olyan mérkőzésünk, amikor ezek az együttesek egymás ellen játszanak majd. Úgyhogy ez egy kiváló meccs volt, és még arra kitérve, hoppá, hopp, közben, az megszerezhető a Gorilláznak, de nem szerzi meg. Szóval, hogy ugye jelen állás szerint úgy áll a dolog, hogy 4-1-el áll majd a Cowbells is, csak úgy, ahogy a Wolves. A Wolvesnak viszont két olyan mérkőzése lesz hátra, ahol minden bizonnyal, hogyha nem borul a papírforma, akkor az Eagles és a Sharks ellen begyűjtheti az alapszakasz elsőséget. Igen, azért alapvetően azt már el lehet mondani, hogy itt a szezon során mostanra már kialakult egy alsó és egy felső ház a ligában, tehát meg tulajdonképpen majdhogy nem borítékolható a négy csapat, akik rájátszásba jutnak. Igazából az ő részükről már csak az a kérdés, hogy ki melyik helyen fog rájátszásba jutni, és ki lesz az a két csapat, aki a hazai pálya előnyét élvezheti majd ugye az elődöntőben. És ugye ennek is majd egy
közben egy szép mészáros elkapás. Vári passzát egyébként, mert hogy közben ugye beállt. Igen. És ugye ennek majd egy érdekes pontja lesz például a június 9-i Miskolc-Nyíregyháza mérkőzés, ugye az is ilyen szempontból sok és az már tévés fog... meccs. Igen, szerencsére azt közvetíteni tudjuk majd. És az ugye ilyen szempontból sok dologról fog dönteni. Bizonyán, mert hogy ugye úgy áll a dolog, hogy a hatodik fordulóban minden nagy egy alsóházi csapattal játszik, tehát ott ugye lesz majd egy éppen egy Cowboys Sharks, egy Eagles Wolves, egy Steelers Entroners és egy Tigers Gorillas mérkőzés, tehát ott elvileg a papírforma alapján éppenséggel nem fognak megkavarodni a kiemelési számok, viszont éppen ugye, ahogy mondtad, említetted, a június 9-i meccsen, ugye a Steelers-Tigersen, ott nagyon fontos helyről dönthet az a találkozó. Igen, és ráadásul pont hazai pályáról dönthet, tehát elképzelhető, hogy a két keleti csapat közül csak az egyik élvezhet majd hazai pályát az elődöntőben. Úgy, igen, hát az... a Nyíregyháza tegnapi vereségével gyakorlatilag ennek most nagyobb az esélye, hogy egy budapesti és egy keleti mérkőzésünk lesz majd az elődöntőben. Valóban, de közben röppent egy zászló. És azért meg persze a kábel sem szabad elfelejteni. Ja, hát természetesen, szó se róla. Szószár, offense 79, 5 yard, harmadik kísérlet. Most az offense ugrott be, vagy mozdult be, és ennek hatására indult el a defense, úgyhogy emiatt repült a zászló, most egy 5 yarddal hátrébb csúszik, emiatt a Cowboys. Második és 12, megint sárga zászló van, Vári, megvan az elkapás, Zax. Kérdés, hogy kié a szabálytalanság. Hát most vélhetően a defense, ahogy láttam. Igen, elengedték ugye igen. A játékot. Defense 91. A büntetést nem kérték, a játék eredménye first down. Úgyhogy így first down-nal mehet tovább. Hát jogosan nem kérjék. A Cowboys, persze. Sokkal többet jöttek ezzel, és egy szép passz volt, egy posztot tudott ezzel futni. 83-assal Zax. Ugye egyébként, hogyha már a hatodik forduló szóba került, akkor azért az örömteli lehet, hogy a négy mérkőzésből hármat is műsorunkra tűzünk. Egy dupla rangadó fótról. Bizonyám. A Budapest Cowboys Győr Sharks, és aztán utána TD Story Eagles Budapest Wolves találkozó, és a vasárnapi mérkőzés egyelőre még nem 100%-osan eldöntött. Érnek Várira. De az egyik keleti fellegvárból biztos, hogy közvetítünk, vagy Felső Zsolcáról, vagy pedig Nyíregyházáról. De természetesen ez majd mindenféle platformjainkról kiderül. Legkésőbb ugye akár az első és 10 című magazinunkból, de az a lényeg, hogy három meccs biztos. És abból ugye egy dupla, még ilyen sem voltám nálunk. És ugye így nagy valószínűséggel a Miskolc Steelers és a Fejérvár Entroners találkozója lesz majd a vasárnapi mérkőzésünk, akkor június 3-án, és ugye június 2-ai pedig a dupla rangadó. Csak ne essen. Na de térjünk vissza most ide. Második és 14, Roják. Roják, Ó, kiszabadul, közben egyébként van sárga zászló. Megállította aztán Bakos Bence. Holding, offense 58, 10 yard, második kísérlet. A támadó falban történt a szabálytalanság ezúttal. Úgyhogy hátrébb költözik a Cowboys. Egy dolog azért már így, majdhogy nem egész meccsen piszkálta a csőrömet, és nem nagyon találtunk rá választ, hogy igazából Cseperkáló Pétert nem láttuk. Nincs. A mai, igen, nincs igen, itt. Nincs itt. Nem nagyon tudunk róla semmit. Ugye egyedül futóposzton Royákra számíthatott Karim, és a Cowboys offense. Ott volt egyébként. Úgyhogy ezt majd valahogy ki kéne terítsünk, hogy mi történhetett Csepivel, hogy nem jelent ma meg. Vári. Most jó a protection, amit kap. Bizony megvédik Mészáros, és nem tudja lerázni Bakost. Szépen védekezett Bakos. First down nincsen a dologból, nem is lehetett, még jó 10 yard kell. Ha kiszabadul, akkor persze éppenséggel meg lehetett volna csinálni talán. Igen, akkor még lett volna
területe, nem vajon volt előtte ott senki. Harmadik kísérlet jön, tehát bő 5,5 perc van még hátra a mérkőzésből, 42-6-ra vezet a Budapest Cavaliers, és időkérés jön. Időkérés, vendégcsapat, első időkérés. A mérkőzésből hátra évődő 5.32. Hát most már azért nincs sok hátra, elmondhatjuk, főleg így, hogy pörög az óra. És közben pedig riportalanya van Cselleng Ádámnak. Na. Igen, itt is van már mellettem Krasznai Balázs. Mi történt a lábaddal? Hát ugye megpróbáltam futni, ugye összeomlott a zseb, és ugye át alán fordult a lábfejem, vagy a lábujjaim, és így megrecsent a lábközépcsontom felső része, ugye az lábujjaknál. És nem tudom most terhelni. Gondolom nem javasoltak, hogy visszamenj. Hát nem, nem igazán. Röntgent javasoltak. Egy ilyen sérülés, azt kérdezted, hogy nagyjából mennyi időre lő neki téged a játékból? Hát egy pár hétre biztosan. Ugye attól függ, hogy a röntgen mutat-e reperést, törést, vagy valamit. Törni szerintem nem tört. Reperés, zúzódás, inkább zúzódás szerintem, és remélem. Ha csak zúzódás kemény vagy elég, és vissza fogsz menni a következő meccse? Persze. Mit gondolsz a találkozóról? Hát nem igazán úgy alakult, ahogy mi szerettük volna. Tudtuk, hogy ugye erős a Cavaliers, ugye, de azért magunktól egy kicsit többet szerettünk volna mutatni. Köszönöm szépen, Andis, tétek a szó. Hát jobbulást kívánunk Krasznai Balázsnak, és remélhetőleg a következő fordulóban, ha ugye így nem is látjuk majd, de ott lesz a pályán, miközben Vári, nem jó Rojáknak a passza, és hát ugye egy valamelyest felemelkedő Gorillázt is kívánhatunk, hiszen azért nyilvánvalóan mi is azt szeretnénk látni, hogy a HFL-ben nincsen leszakadó csapat. Így negyedik kísérlet, és punt jön a Cavaliers-től. Hogyha minden igaz, mert ez azért egy igencsak combos field goal lenne. Hát innen azért alig, ha több mint 50 yardos lenne. Baksa Ferinek azért tavaly összejött itt. Valóban. Hoppá. Ez egy trükkös play. Trükkös play lehet, de hát ez... Oda érnek rá. Ez sehova. Hát most ezzel viszont, igen, magyar családra odaértek. Ezzel viszont így nem kerül rossz helyzetbe a Gorilláz, hogy egy esetleges szépítő pontszerzéshez juthasson. Egyébként azt még ki kell emelni, hogy tavaly, ugye emlékezhetünk, Mátrai Bencének volt egy touchdownja egy blokkolt punt után. Uh-huh. Emlékezhet most egy hasonló. Visszahordott TD-ből bizonyára. Ne, az nem is, ez egy blokkolt punt volt, szintén ugye magyar csanádra értek oda, és aztán Mátrai Bence pedig aztán gondolod, meg tudta csinálni. A blokkolás után hordta vissza. Na, úgy igen, értettem, igen. Elnézést, nem volt egyértelmű a kifejezésem. De igen, az egy emlékezetes volt, most, hogy így mondod, már nekem is beugrott. Jeszenszki leütik a passzát. Törzsök, igen, nem sok szó esett ma róla, mint a védelem vezéréről és a Cowboys védelmének vezéréről. Nem kell sok szó essen róla, hogy tudjuk, hogy azért ott van, és ez igen komoly nyomatékot ad a védelemnek, ez szinte minden mérkőzésen lehet mondani, hogy alapvető nála. Tökéletesen egyetértek. 3 perc van, és azt hiszem, hogy az érdemi kérdések eldőltek nagyjából. Én azt hiszem, hogy MVP címezhetünk, hogy kinyeri a Kreinbacher pesgőt. Úgy tudtam, hogy ezt akarod kérni. Igen, és azt hiszem, hogy megmerem kockáztatni, hogy két ember közül fogsz választani. Közben Jeszenszky eladja. Német Marci lehúzza, azért a kötelező interception. Igen. Majd, hogy nem. Ez már hanyadik neki akkor ezzel? Hát az Entroners ellen is volt egy neki, az igen. Biztos. Na jó, nem tudom. Most így hirtelen én szerintem sem. Ennyi. Már sok. Igen. Már sokadik. Hát a tavalyival együtt ilyen rengeteg már ugye. Arról, ott ugye kapásból a pixixeket is szállította, nem csak az interceptioneket. Most még ugye ebben a szezonban egyelőre ez hiányzik. Tudom egyébként, hogy meg akarod úszni, és nem akartál azonnal említit mondani. De én most már nem hagyom magam. Jó. Akkor most mondjam? Igen, igen. Jó, akkor dobolsz? Na, amúgy valóban nem volt könnyű.
mert azért két kiemelkedő teljesítményt is láthattunk. Hát egyértelműen ugye a győztes csapatból fog kikerülni az MVP, tehát két kiemelkedő teljesítményt is láthattunk. Ugye azért mérkőzés elején még egyértelműbb volt, hogy ki lenne a választott, de aztán ugye jött még egy jelölt, és könyörtelenül ugye ő is szállította a jobbnál jobb playeket, illetve pontszerzéseket. Úgyhogy végül én úgy döntöttem, hogy Cirók Marcit választanám, azért az az öt szerzett TD azért az eléggé meggyőző a részéről, három passzolt és kettő futott. Úgyhogy a mai nap ő az én MVP-m. Tehát akkor Cirók Márton kapja a pezsgőt, és hát úgy néz ki, hogy maga csak úgy, hoppá, hoppá, Takács Bence! Szerinted, hogyha elment volna TD-ig, mit csinálsz? Nem tudom. Akkor szólok a Csellengárdinak, hogy hozzon gyorsan még egy pezsgőt valahonnan. Egyébként ugye azt mondta Takács Bence, hogyha MVP lesz, a szurkolóknak adja majd a pezsgőt, Koleszár Dávid keressék, Koleszár Dávidot keressék a kábel szurkolók. Nem ihatnak. Köszönöm szépen, hogy itt a nyakamban varrod a dolgokat. Semmi baj. Egyébként ez egy nagyon-nagyon szép elkapás volt. Bizonyám. És azért elmondhatjuk, hogy ő... Vári, és... Meg volt a passz? Megvan. Megvan az elkapás a Szabolcskának. Hogyha jól rémlik, akkor neki az első ezen a mai mérkőzésen. És lehet, hogy így még egy apró részfeladatot meg akar majd csinálni. Jó, a Budapest Cavaliers, hogy TD-t szerezzen a végén. Jó, igazából, hogyha ezt a, most szereznek egy TD-t, és azt Takács fogja szerezni, akkor tulajdonképpen a ti hibátok, hogy így rámerőltetitek még így a mérkőzés vége előtt sokkal. Jaj, de... az MVP kiválasztását. De azért vagy szakkommentátor és szakértő, azért hozom mesterhármasokat. Hogy ilyennel is számolj! Na, jól számoltam, látod? Jól számoltad, ezért vagy. Nem akarta már ugye annyira ezt a Budapest Cavaliers, gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy hány ponttal nyer, ugye azt még el kell mondani a szabályok alapján, ilyenkor 35 pontos különbözet írható az ő pontkülönbségükhöz, tehát így, hogy megvolt a 35 pluszos, így gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy mennyi lett a számszerű végeredmény, így végül is 42-6-ra nyer a Budapest Cavaliers ezen a mérkőzésen, gyakorlatilag az elejétől, az első perctől, hát mondjuk inkább a második drive-tól kezdődően olyan magabiztosan játszva, ahogy egy címvédőhöz kell. Hát azt hiszem, igen. Nagyon meggyőző teljesítményt mutattak már az első pillanattól kezdve, és Fikaszi kétejt sem engedtek, vagy Fikaszi kétejt sem hagytak annak érdekében, hogy esetleg megkérdőjelezhető legyen az ő fölényük. Most elmegyünk egy kis szünetre, és nem sokára jönnek vissza majd az edzők, illetve a legértékesebb játékos az értékelésekkel. És már itt is vagyunk újra lent a pályán, és itt áll mellettem a mérkőzés MVP-je, Cirók Márton, aki egy Kreinbacher pezsgővel gazdagodott. Gratulálok, Marci, csak miattunk és a pezsgő miatt csináltad ezeket? Nem, egyértelműen azért, hogy nyerjünk. Tehát ez nem, ez csapatmunka volt, a srácok. Ugyanúgy lehetett volna Takács Bence az MVP, mint bárki más ebben a csapatban jelenleg. Azt hiszem, sikerült mindent összehozni. Hiába esett ki Hector, ott volt Nagy Norbi helyette. Kezded azt érezni, mentek a futások is, hogy tényleg összeállt teljesen a csapat? Igen, igen, ez nagyon sokat segített, hogy volt két nyugodt hetünk az elmúlt meccs óta, és így tudtunk készülni erre a Gorillázra. Elég egyszerű defense játszik a Gorillaz, úgyhogy föl tudtunk jól készülni rájuk. Remélhetőleg a Győrre is ugyanígy föl fogunk tudni készülni a következő alkalommal. Úgy néz ki, azért a Győr mostanában nagy mumus lesz mindenkinek, hiszen az Entronerst is megverték nagy meglepetésre.
Igen, nagyon jól igazoltak újra. Az irányítójuk is egészen jó, illetve úgy hallottam, hogy egy Div 1-es egyetemről hoztak cornerbacket, úgyhogy őtőle lesz mit tanulnunk, úgymond. De reménykedünk benne, hogy őket is meg tudjuk verni. Ez kell ahhoz, hogy bejussunk a rájátszásba, és jó helyen akarunk bejutni a rájátszásba. Köszönöm szépen, és gratulálok még egyszer, és akkor már itt is vannak mellettem. Karim Trabelsi, a győztes hadvezér, elégedett vagy ezzel a csávóval? Elégedett, most ugrik mögötted, annyira elégedett vagyok, hogy örül. Jó volt, védősoron jó, támadósor jó, a speciálisek nem volt túl jó, a második felidős sajnos, de ez nem túl sikerült jó. Nagy Kevin is szerzett labdát Németh Marcitól, ezt már megszoktuk, de te is ezt várod tőlük? Hát ezt várom tőlük, hogy minden egyen play jól teljesítenek, mert ezek elég jó gyerekek, ha kezdenek járni edzés, meg jobb is lesz. Szóval tehát van tehetségünk, fegyelem kell egy picit több, hogy járnak edzés a srácok. Hát többet járnak edzés, szerintem már sikeresebb lehetünk, mint most. Kole nagyon hezitált, hogy akkor Cirók Marci, vagy pedig Takács Bence legyen az MVP. Azt hiszem nem lehet panasz Takács Bencére. A Bencére soha nincs panaszról, minden edzés ott van, érdemli minden, Marci ugyanaz, tehetség és két játékosok, ezek bárki kapja, nekem öröm is. Ja, Rolyák Ricsi nagyon jól futott, Cseperkáló Péter miért nem lehetett itt a mérkőzésen? Csepi most egy nagy cégnél dolgozik, és volt egy munka, ami határidő, már lett a határidő, és egész éjszakázták, és pont reggel végezte, azt mondta, hogy már túl fáradt ahhoz, hogy járna ide. Hát ez az amatőr sportnak a rákfenéje. A következő találkozóra könnyedebben mentek így neki, hogy egy ilyen sima sikerrel vagyunk túl? Egy pici könnyebb, de mi mindig meg kell fogni az srácok, mert ebből a szempontból, hogy egy győzelem után általában nem annyira járnak edzés, szóval legyengül az egész lefele. Főleg ezt a hét, most mi hétfőn edzünk, szerdán péntek, szóval szerdán edzés szerintem ott már kevesen lesznek, hogy videózunk. Szóval nem lesz annyira sok időn készülni a győri, mert ez két edzés lemegy. Szóval biztos könnyebb játszani bármilyen megközelítő győzelem után, de a játékosnak kell egy pár nap, hogy rájönnek, hogy hát haver, most komoly ellenfél jön, és tényleg kell felkészülni rendesen. Köszönöm szépen, és gratulálok még egyszer. Köszönöm. Andris, amíg Grácz Vidit előkerítem, addig tiétek a szó az elemzésre. Köszönjük szépen, elemzés előtt pedig kérdeznék tőled egyet. Láttad, hogy mi lett a pezsgő sorsa? Ezt tőlem kérdezed most? Igen, természetesen. Láttam. Láttad? Láttam. Egy szurkoló se kapott. Hát. Mert nem Bencét és ez választottad. Ja, értem. Hát igen. Na mindegy, ez persze hát, természetesen szóval nem Cirók Marci volt önző. És nem, magának nem, akarta az egész, nem, de a csapattársai kaptak azért. Így van, így van. Egyébként meglettek locsolva. Jól választottál, ezt most csak nagyon szépen trollkodásnak szántam. Az összefoglalót nézhetjük, de egyébként talán már a jövőbe is tekinthetünk, ugye főleg úgy, hogy már szót ejtettünk arról, hogy sőt, hát ugye Cirók Marci is mondta, hogy bizony a Győr Sharks erősített egy amerikai import cornerbackkel, Damantella már Horntonnal, Washington State Egyetemről, és ő azért megfékezhet egy elkapót. De önmagában elég lesz-e? Vagy elég lehet-e az, hogy a Sharks ugye megverte a Fehérvár Entronerst ebben a fordulóban, hogy egy szoros meccset játszan a címvédővel? Hát mindenféleképpen azért ebből az egy mérkőzésből leszűrhetjük, hogy a Sharksnak jót tett a vérfrissítés, de hogy tényleg mire lesz elég majd ez ellen a sokoldalú Kábelsz ellen, az elkapó sorban sokoldó Kábelsz ellen, azt azért nem tudnánk megmondani. Most pedig Grácz Vilié, a szó, illetve Cseleng Ádámé. Igen, itt is van már mellettem Grácz Vilié. Érthetően nem vagy se jókedvű, se elégedett. Ráadásul Krasznai Balást is elveszítettétek a mérkőzés mellett. Mennyire lesz nehéz őt pótolni, ha kiesik hosszabb időre? Nehéz lesz pótolni, mindenkit nehéz pótolni, amikor 29-en jöttünk talán az utolsó meccsre. Nem a mi szezonunk, nagyon nehéz szezonunk van. Én azt gondolom, hogy sportolóként kell viselkedni, sportolóként kell elviselni a vereséget, sportolóként kell tovább lépnünk és megpróbálni mindent megtenni a következő mérkőzéseken. Szerinted ennyivel jobb volt ez a Kábelsz a mai napon, vagy ennyivel többet hibáztatok? Nem, ez ennyivel jobb volt ez a Kábelsz. A hibák benne voltak, de azért, mert
be kellett vállalnunk olyan dolgokat, amit egy normál offenzi játékban nem kell bevállalni. Nekünk meg kellett próbálni, és általában nem jöttek be. Mennyi esélyt látsz arra, hogy Farkas, Géza, Canelli vissza fognak térni a következő mérkőzésre? James Canelliben bízom, hogy visszatér a következő mérkőzésre. Én a Farkas Gézát nem is szeretném, ha visszatérne, de azt gondolom, hogy sokkal fontosabb az ő egészsége annál egy nem fiatal játékosnak, mint hogy idő előtt térjen vissza. A következő mérkőzés nagyon nehéz lesz, hiszen a Tigershez látogatok. Mit vársz attól a találkozótól? Tisztes helytállást várok attól a találkozótól. Köszönöm szépen innen a pályáról. Köszönöm szépen a figyelmet. Andris, akkor nézzük meg, hogy a második félidő statisztikái hogyan alakultak. Köszönjük szépen. Egy kicsit kitérve ugye mind a két oldal hadvezérére, azt hiszem, hogy Grácz Filip mindig a rendkívül sportszerű és hát lényegre törő interjúért szeretjük és becsüljük, és azt hiszem, hogy most is attól függetlenül, hogy ez a 42-6 megszületett le a kalappal. Tényleg nagyon kevesen vannak a Gorillaz játékosok, és úgy néz ki, hogy még kevesebben lesznek. Karim pedig, hát ugye ő meg rendkívül szórakoztató, és mindemellett azért ugye tényleg ő is érdekes dolgokat mond. Választ kaptunk arra, hogy ugye Csepi miért nem lehetett itt. Hát gyakorlatilag ez ugye arra utal, hogy a KVS-ben van még tartalék. Hát maximálisan, és azért Karim kicsit ugye megragadta az élét ennek az egész szituációnak. Igen, egy ilyen nagy arányú győzelem ugye azért mindig jó érzéssel tölti el az embert, illetve magát, az egész csapatot is, de ugye akkor ott van a hátulütője, hogy ilyenkor elképzelhető, hogy a játékosok hátradőlnek, mint aki jól végezte dolgát, és kicsit elkényelmesednek abból a szempontból, hogy akkor lazábban veszik akár az edzésen való megjelenést, akár ott belefektetett munkát, de hát nyilván ugye ennek Karim tökéletesen tudatában van, és vélhetően már az elején ugye ezt meg fogja ragadni, meg fogja gátolni, hogy ez akár megtörténhessen, és eredményesen tudjanak készülni a Győr Sharks ellen, ahogy azt ugye ő mondta is az előbb. Ugye azt se felejtsük el, hogy a TD Store Eagles, a Miskolc Steelers és a Fehérvár Entroners után, tehát a Dakacél Dunajváros Gorillazt is legyőzte a Budapest Kável színvédőként, 4-1-es mérleggel áll, és így bejutott második fővárosi csapatként is a rájátszásba, úgyhogy a Budapest Wolves után, tehát itt az ötödik fordulóban, hát csökkennek a kérdések, és azt azért tényleg ne felejtsük, hogy a hatodik fordulóban meg lehet még két rájátszás résztvevő is, elvileg ugye, ahogy említettem, az első négyes, a második négyes tagjai ellen játszik, tehát a két keleti csapat is bebiztosíthatja a részvételét a rájátszásban. Nézhetjük a statisztikai mutatókat, Cirók Márton 5 touchdownnal összesen, félelmetes teljesítmény, ugye 3 passzolt és 2 futott, de azért Takács Bence 90 elkapott yardja és 3 touchdownja, 2 elkapott és 1 visszahordott formája van, szintén kiváló. Kanter pedig 70 yardot hozott össze. Ez volt tehát a mérkőzés Dunajvárosból, június 2-án, tehát jövünk majd a dupla rangadóval, Fótról, először Budapest Cavaliers Győr Sharks mérkőzéssel, és aztán utána pedig TD Store Eagles és Budapest Wolves találkozót láthatnak előre láthatóan 11:45-től HFL maraton, úgyhogy remélhetőleg akkor is velünk tartanak majd. Koleszár Dávidnak köszönöm szépen, hogy itt volt, és köszönjük szépen a figyelmüket. Viszontlátásra! Viszontlátásra!